Szépen. Na, zsa. Na, mi történt? Ja, kitűztem egyébként az olimpia eredményeimet. Kitűztem az olimpia eredményemet, hát van egy íjászat arany, ugye horgászat ezüst, lóugratás ezüst, vívás bronz, futás bronz, akadálypálya bronz. Remélem nem akarják szétkapni az embik, mert morci leszek. Ja, meg kellene amúgy fáklyázni ettől függetlenül, mert az a baj, hogy a világítási szintem amúgy elég élen van. Ja nem, mondjuk a blokkot kéne nézni. A hetesnél még nem spawnol elvileg. Skyt fölösleges néznem. A hetes alatt nincsen, hetes az az ajtó. Ja, a hetes az az ajtó. Jól van. Nem kapunk szét semmit? Helyes. Helyes, helyes. Ja, meg felvettem egy pár cuccot, amit tudtam csövelni a bázisnál, mert rohadtul nincsen semmim. Mondom, eltűnt minden cuccom, miközben építettem a farmot sajna. Szóval igazából nem nagyon tudok ezzel mit csinálni. Így alakult. Jó. Alszok egyet. 7. is spawnol mob? Tényleg? Akkor az majd legyen meglepetés. Kis olyan promo az SF részéről, így van. Nem értem az SMP lényegét. Ez csak egy survival multiplayer, amit többen játszunk, ugye most vagyunk 80 a szerveren, ugye, és közösen építjük a saját világunkat, tartalmilag, szórakozás céljából, meg minden ilyesmi. Szóval igazából ennyi az SMP-nak a lényege. Az SMP az csak survival multiplayer, ugye, survivalozunk multiplayerbe, szóval ennyi igazából. Hello, sziasztok! Szia, Birdie! Kimchi is volt a hétvégén? Amúgy elvileg kaptunk, ha minden igaz, csak nem ettem belőle semmit. Most, hogy három hónapra szaboltam, októberben, novemberben is kapok szabot, vagy ez hogyan történik? Igen. Ha 3 hónapra szaboltál, akkor igen. Ma még élvezhetitek a társaságom, aztán 27-ig nem. Fú, de geci fura lesz egyébként, Birdie megszólás nélkül egyébként nyomni a streameket. Na majd teljes energiával gyere majd vissza. Na. Stream után ráérsz és nincs ugodon, a szervergéppel kapcsolom, hogy lenne egy kérdésem. Jól van, sima. Szerintem rá fogok érni egyébként. Na. Kellene olcsóbítani, csak az baj, hogy nincs aranyalmem. Kellene egy csomó arany. Meg kellene egy csomó cuszba, az meg csak nincsen izé, emeraldom. Úristen, itt kinda rég voltam, szia Max. Szaladok. Gida lefizet amúgy. Gida lefizet. Ez már tetszik. Ez már tetszik, hogy Gida lefizet. Amúgy hogy tetszett nektek az SMP Olimpia, srácok? Már csak azért is kérdezem, mert ugye már Lucky-nál is láttatok vágott tartalmat, Bali is rakott felvágott tartalmat, ugye volt a stream is, meg nekem majd holnap kerül ki a minden igaz a vágott tartalom. Mára akartam megvágni, csak az a baj, hogy 5 percnél vagyok jelenleg. Kicsit bonyolultabb, mint én azt gondoltam. Mert ugye attól nekem végig kell néznem meg a legjobb snitteket, ugye meg kell találnom ehhez, szóval nem könnyű a helyzetem. De ja, nekem is majd a vágott tartalmam majd holnap kikerül. Nyilván, hogyha 2-kor streamelek, akkor 4-kor szeretném majd a premiért is mutatni nektek streambe, igazából. Szóval remélem élveztétek. Mondom, ha lesz még bármilyen esemény vagy event, akkor azt majd úgy is mondom előre. Sajnálni nem fogunk, sajnáljátok már, Gelc. Mindig én vagyok az utcsó mindenbe. Hogy a faszba csinálom ezt? Balinál elkezdtem, jó, hogy nála különböző nézetből is ment és viccesre fogta. Hát ja, hát nyilván Lucky-nál voltak cenzúrák, ha jól hallottam, én nem néztem végig a videót, majd miután én is megvágtam a sajátomat, mert nem akarok ugyanolyanra megvágni, meg ilyenek. Szerinted még meddig fog menni ez az SMP? Sokáig. Ha rajta múlik, akkor sokáig. Figyelj, ez egy olyan dolog, hogy az, hogy most, tehát két dolgon múlik. Az, hogy mi mekkora effortot ülünk ebbe a szerverbe, hány új ember lesz, hány oldalról látjátok még ezt az egészet, ez az egyik megközelítés. A másik pedig az, hogy mennyire lesz erre igény. Mert én láttam Lucky-nál is, hogy megtekintésnél volt nála igény, azért 50 ezer megtekintés ilyen gyorsan szerintem elég fasz eredmény. Perkinél is 3 nap alatt jött vissza az átlag megtekintés, ami alapvetően szokott neki lenni. Nálam is szerintem több lesz majd a megtekintés, mint szokott lenni. Szóval egyébként mondtam is a stream elején, hogy valaki írta Lucky-nek a komment szekciójába, hogy egyébként ez ennek semmi értelme nem volt egyébként, meg ilyenek az ő szemszögéből. De egyébként ez meg azért fasság, mert ez mindenkinek megérte egyébként.
Jó, hogy ezek elég, vagy ezek izé, ezek beaconök, mi a fasz? Jó, hogy ezek beaconök, nem tudtam eldönteni hirtelen. Mi a fasz? Szerzek gyorsabb lovat? Miért ne? Szünetig nekem kicsit lapos volt, mert nem volt olyan versenyszámok, egy-kettőt leszámítva. Effektíve egymás ellen versenyeztek, nekem például csak pontokért mentek, vagy az óra ellen. Szünet után nagyon felgyorsultak a dolgok, és második rész a dolognak nagyon, de nagyon jó volt. Na, örülök. Mondom, vágott tartalomnál valószínűleg majd úgyis izgalmasabb lesz egyébként. Ott volt valami. Na mi van? Na faszi, Nick, mit raktam neked középre? Jaj, te jó ég ember! Ez hát sponsor... a szervert a G2-a, szponzorálda? Hát csak engem szponzorál a G2-a, bolondos. Az nem érdekel. Az nem érdekel? Jó az itt, nem? Magasabbra kellett volna picivel. De ezt tudod, miért baj? Mert például másnál látszik, és őket nem szponzorálja, akkor ez elég bullshit. Ezt az én házamhoz kellett volna tenni. Bazd meg, ja, mindegy. Ja, amúgy tök aranyos vagy, hogy kifarmoltad ezt a rengeteg vasat, és megcsináltad a beacon. Nagyon aranyos vagy, köszi Bali. De miért van emberáld a közepén? Faszi. Nem ezt oda raktuk. De mennyi beacon amúgy? Mi a fasz, ember? Oda tettetek magatokért. De akkor Alexnál is van, meg akkor Atesnál is van egy. Nagyon tetszik ez a G2 logó, bazd meg. Rendes kurva jól néz ki egyébként. Egyébként nagyon, nagyon szép volt Bali fiú, amúgy, hogy kibányáztál ennyi vasat. Amúgy, hadd ne mondjam, hogy mire hasonlít ez a... Na mindegy, inkább bele se kezdek. Mire hasonlít? Nem volt én barátnám, mondja csak. Hát a hangja a Maze Blocknak. Ott az aranyalma. That was good pussy sounds like, vagy micsoda? Yeah, actually. De jó. Ott az aranyalma. Oh! Van még több aranyalmád? Nincs. Ó, oh, bazd meg. Majd... Csak az ilyen tudom ide. Kell Norbi csinálni. Na. Úgy odamész és azt csinálnak neki egy... Jó kis helikopterbe. Az... De Vali, bazd meg, itt egyébként fiatalok is vannak egyébként. Nem tudják, hogy mi az. Mi a pina? Ja? Mű? Azt én sem tudom mondjuk. A csúnya? Hát, a csúnya. Hát a gyereket ugye a gólya hozza, csak előtte anyának és apának szexelnie kell. Hoppá. Na, mit akartam? Nálam van, viszont én nem megyek a bázisomnak az aljára, mert azt mondta Pozsi, hogy valamit lerakott. Én nem tudom, hogy mit, és én nem láttam még. Viszont azt nem is akarom, hogy megnézem, jó? Megnézni. Nézzük már meg, Gide, engem eskü érdekel. Gyere, kajtvasz. A bázisadra rakott le valamit? Hát gyere, elvileg ilyen... Na most én oda lentre nem megyek szájba, még egyelőre. Ja, mondjuk jogos, várjál, szétverem ezt a fost. Mindjárt szétverlek. Hát de nem most menjél! Gyere már, faszik! Mit dobtál rám, Bali? Pápópé! Nem azt mondtad, hogy nem akarsz jönni, Bali? Hát nem is megyek le a bázisomhoz. Hát jó, de ne gyere! De megyek. Pápópé! De akkor kibassza meg a gólyát egyébként, ez igaz? Tehát, hogy így... Hát a Porsche. Olyan csengri. Ja. Azért lettél te kínai. Így már mindent értem. Lenne egy gyors kérdés, ahol nem tudom, te hallottál arról, hogy a beacont, ezt kicsereljük a közepét, Copper, nem tudom, hallottál erről hadműveletre? Nem tudom, kicsoda. Hát mit is te erre, Norvi? Miért cserélnéd ki Copperre? Miért cserélnéd ki Rézre? Az nem is működik. Nem is működik. Miről beszél? Hogy jött ez az ötlet, vagy ez így? De mire gondolsz? Aha. Mire gondolsz? Mert valaki... Várj, Gida, mert valaki csinált ilyet egyébként. Azt a valaki kicserélte, ja. Valaki kicserélte az Emeraldok belsejét amúgy a Rézre. Ki lett volna ilyen? Hát nem tudom, véletlenül se mondjuk nem tudom ki, tényleg nem tudom. Gyere, faszi. Jó nagy csicska lehet az ilyen egyébként, ne barátkozzál. Ja, jó nagy csicska volt. Ja. Meg eladta a lelkét állítólag az embere, én csak ennyit tudok róla. A lelkét odaadta a démonnak, a G2-ának. Azt mondod? De még mennyi ilyen? Lehet a suri volt akkor, nem? Lehet a suri volt? Hallod, Norbi, mi a faszom az a vat? Azt a hol van, gyere? Mi? De jól néz ki, gyere, katyvasz. Nem mondjatok róla semmit, én nem tudom, mi ez. Kurva menő. Velem kapcsolatos. Gondolom. Viszont jól néz ki.
Ez micsoda? Várja. De hogy csinálta? Te menő. De nem, itt is van valami gita, nézd, ez mi? Ja, jó, ezt én is kaptam ilyet. Ez a köszönő segítség mánia. De mivel kapcsolatban? Na segítettünk Pozsinak, adtam nekem rádott mániákat, tudod, azt mindenki kapott. Nék, jaj! Jaj, japusza! Ez egy puzzle? Ez egy puzzle, bazd meg. Rakjuk már ki. De várj, ez nem jön. De ne rakd ki, bazd meg, azt valószínűleg nekem kösz. De várj, te most mit látok? Nem, az kijön, tedd vissza. Jó. Ja. Mert ott, ha ott az imótom, akkor azt mondja, újra kell csinálni, mert Alex az így jó hiszemű. Elbaszták. Ja. Jó, egyébként azt miért szedted fel az előbb, Gida, amit csináltál? Micsodát? Micsodát? Én láttam. Ah, nem szedtél fel semmi. Igen, Gida. Várjál, igen, Kopper, aha. Igen. Na. Én csak az ötlet alkotó voltam. Én nem csináltam semmit. Ja, te voltál? Nem. Fültem csak. Fasz vicceltél, tudtad te egyébként. Tudtad? Persze tudtam. Hogy ne tudtad volna, ember? Én nem lottam tőled semmit. Mit basztam volna el? Valamit elrontottál. Nem nyúltam semmihez. Azt nem hazudja. Hazud. Na melyik a buzerantó? Melyik buzerantó volt? Kurva jól néz ki, amit a Pozsi csinált. Várjál, Gida. Ide kell valamit rakni. Ezekhez nem nyúlunk. Mi van, Bali? Valahova kell raknunk valamit. Hát ez még? Ez micsoda? Várjál! Ne csináld! Reginald! Na mi van? Várjál! Ez mi? Mi? True false true. Ez ugye nem az, amire gondolok, te jó ég. Remélem nem azt teszed, Gugac, amit én elsőnek raktam Balinak. Azonnal elfordítom a kamerát. Az oda se fordíj, bazzolj! Azt tuti nem az. De miért nem tudom rakni a kurva élet, ja? Engem cancel-ölni fognak, tesó. Azt tuti nem az. Most akarnak befogadni a community-ba, azt meg itt cancel-ölni. Mi az, hogy blog? Menj arrébb, szarzsák! Jaj, bocs. Miért most akarod lerakni? Idén meg akarom nézni, mi ez. Tegyed. Valamelyik jöttök, aludjon már, plusz. Alszok. Na mondd meg. Lesz blogd. Kösz szépen, Dave, hello. Na, meg az, hogy a space is blocked. Skamu, de kamu. Az üss rá ott néhány blokkra, mert lehet, hogy rajta maradtad a láthatatlan item. De ezeket nincsen semmi. Üssé rá. Ráütöttem. Akkor végig. Ahányszor anyasat akarsz. Hosszúkó. Nem jó. Buzeran. Buzeran vette meg a lányod. Jó, mi? Azt visszaraktam. Ezért nem basztak meg? Ez nem az a kép. Nyugodj, az nem az a kép. Tudom melyik. Visszaraktátok az anime kislányokat? Hogy ne raktam volna vissza. Ne ragd már vissza. De mi ez tök jó? Asszik, miért? Nem szereted a kurvákat? Nem szereted a 2D-s embereket? Nem, én a 3D-s nőkre jobban gerjedem. Ah, rakok ott neked olyan 3D-t egyébként, hogy ki sem ész onnan. Hogy a szó szerint 3D lesz. Az biztos. 3G, hát. Adom amúgy, belefulladni. Biztos? Belefulladnék. Na. De mi az, hogy a Splice a kurva szádat tesz arra? Mi a bajod? Nem tudom lerakni! Meg vagyok baszva! Pedig nem nehéz. Tudom, hogy kell lerakni, csak azt írja, hogy blokkolva van valami. Hallod, megittem ezt az Amongert. Itt a Amongert? Most boldottam meg. Hoppá. Hát, én nem tudom. Olyan, mint a Dudi Zsúz. 16-ot, 16-as! Nem. A Dudi Zsúz az jobb. Jobb a Dudi Zsúz? Kaja kimondtál ilyette, jó végén. Én eskü kimondom, hogy jobb a Dudi Zsúz. Ez borzasztó. De még 200 forint, bazd meg. Szóval itt teljesen borzasztó. 200 forint. Igen. Vettél volna egy sört helyett amúgy. Itt, ami már 1400 monstert is, hagyjál meg. Mi van? Mi van? Jó, én meg ittam 1000 vizet. Na. Én is reptéren nem. Szétkábító szerezve. Ja, mi? Persze. Nem. Technobuliba, akvába. Gida meg kábító szer. Na.
bátyám, nyomta egy időszlát. Bazen, bazd meg, szétszakadt a kasztik, de meg a Mr. Lova fantasztik. Baszki. Baszki. Ma odafele nyomd, széttetem a kasztit, baszki! Na, én megyek vissza közben. Szétszakad a kasztik. Várjál, brotyó. Gyere egy picit, Norbi. Na, mi az? Melyik képér basznak meg, írd le privátba? Hull a kész, fent leszek a fészen. Várjál. A kurva újság. Meg ha már azt többet nem rakjuk ki, akkor lehet törlöm is. Hát, légy. De ne, várjál, mert én nem törőd ki még. Kell egy 16x16-os place. Nem, azt nem rakjuk le, azt nem rakjuk le. Miért az mi? Most már nem tudod meg, mert kitöröltem. Ne legyél már, geci! De azt csak Balinak raktam, streamben nem mutatom. Jó, nem kell stream, ha ki a gecit érdekel a stream. Ja, Istenem. Amúgy ezt többszörbe akartam volna játszani, csak az a baj egyébként, mivel érzékeny emberek vannak, ezzel nem tudom, hogy most ez mennyire jönne át amúgy. Nem, az a baj, hogy ő lehet, hogy nem venné rossz néven egyáltalán. Aha. Csak nem tudom, hogy a community hogy venné. Lényeg a lényeg, hogy van egy adott MB, akinek a képét kiraktam egyszer a szerverre. Ez Bali egyébként. Ez Bali a egyet. Balinak tetszik a látvány, maradjunk ennyibe. Ne, a Bali kincs a kurva életben, ne, hogy már nincs meg! Ne, a kurva! Annyira könnyen tudnátok cancel-elni, hogy ez olyan borzalom. Meséljétek, Bali írd le, mi volt? Apádnak a faszát tudom leírni, bazdod ide. Mondd el! De miért írnál ember? Miért tenné meg? Meg kíváncsi vagyok! Gita, te inkább örülj annak, hogy az osztályod jelenleg téged fanol, meg mit tudom én, mert szerepelt. Nem fanolnak, szopják a faszt! Há, úgy. Úristen, te lakna a játszó! De már mindenked, vagy mi van? Igen! Mi? Dehogy? Meg voltam zavarodva! Te nekem a játszó? Jó, hogy te voltál, aki volt, vagy mi? 10 évesek között. Nincs mese, influencernek kell lennem. Ennyi. Azt tudod, mit kell csinálni, Gita? Streamelni! Lusta fasz. Na faszi, jó, de ne YouTube-ozni kéne, bazd meg. Hát akkor YouTube-ozni. Azon gondolkozok, nekiálljuk YouTube-ozni. Hát nyomjad. Mit? Megtaláltam vizét. És megkezdek a streamelni. Megtaláltam ja, kvartasz. Ja, péglétét adni, tudod, mint a Black. Ja, ez a kettő kattyalott. Ja. De mi ez zúj alagút amúgy a netörbe? Mint a vizét. XP. Most fogom csinálni, mint ő. Mi, agy halott lesz? Ja, aztán állatszon köpöm magam. De csinált olyat? Mit? Ja nem, állatszon csak magamat, magam. Hogy nem, én fogok csinálni, mert szállalomban megölöm magam. Ja. Tudod? Támogatom az ötletet. Mi a fasz történt a Netherbe? Azt tudom, hogy merre kell menni. De várjál, te most hol vagy? De miért van kereszt közlekedés? Azt a mocsos. Norbi. Na mondjad. De most az enyémen mentél vissza? Nem, csak feljöttem amúgy a bázis Netherbe. Köztorbi amúgy ahol van rengeteg alakút, meg jég, meg ilyenek. Hát ott azért van keresztközlekedés, barátom, mert így jött ki a lépés. Ez egy labirintus. Ennyi? Ez vezet valahova egyáltalán? Mindegyik vezet mindenhova. Amúgy azt kéne, hogy ahol ilyen köz van, ott kiszedni a blokkokat és nem csúszol tovább. Egyébként és igen. És kitáblázni. Amik az jó ötlet. Eléggé fasz a ötlet lenne. Hát mire vezet, geci? Mire? Geci ötletei vannak, bazd meg! Asztá! Mert csináltam egyet tegnap, ami mélyszabályomhoz visz. Illetve csináltam még, ugye volt, ami a jeges bajomhoz visz, meg van egy, ami visz a... Hogy van ennyi időd, ember? Mi az Isten? Nagyon hát, szerinted hogy a faszomban van ennyi időm? Nem tudom, mondd már rá. Hát most hogy... már nem lesz, csak azért, csak hogy így. Ja. Ennyi, végre dolgozni fog valamit, ez a szar. Aha. Fog bizony. Hát, Gide, sajnos ez ilyen. Nekem is kéne a kurva életbe. Alig várom, majd te is szopd a faszt. Szarpézis. Nem, én youtuber leszek, papa. Papagá. Dehogy nem leszek. És majd Norbinak giftelek 500 szabot. Meg ilyen. Az nagy! Várom előre. Mr. Beast. Ja, de vissza kell adnod a pénzt, mert megöllek amúgy. Mert ja, a fiam ezért is leszek közben. Ja, persze. Ó, Istenem. Nem, hogy ezt ki kéne táblázni egyébként majd a... Erveg. A Nethert, mert így eléggé bonyolult. Én akartam csinálni, csak így úgy voltam, hogy... Minek? Nem érdemlitek meg azt az effortot, amit én beleülök, úgyhogy. Az kemény. Gide, nem mondom el, hogy ki volt, hagyjál békén. A kurva szád! A tiedet. Akkor megkérdem Atkát. Atka? Atka, így át privátba kérdessétek. De ott ezt nem geci.
De hát ezt mondja már el, mit faszultok? Ez merre vezette, jó ég? Most ha tudni akarom, hogy felfedezek mindent is. Jaaa! Azt a kurva eget. Nagy a bajom. Norbi lett a subspace bubble. Jeje, most vagyok a telrakottás bajomnál. Ugye, ugye? Azt a mocskos, mennyi minden van. Úristen, mennyi achievement. Az volt neked az utolsó? Nem, ez a nedörös. Ha? Vagy nem? Várja, lehet, hogy hülye nem, vagyok. Akkor az. Nem. Mondd el, Atesz. Nem mergődök én. De Atesz meg nem mondja el, mert faszakodjuk mindenhány. Csískák. Csíska minden. Azt álltok meg akkor. Nem is vagyok már rá kíváncsi. Pedig pont most akartam volna elmondani. Hát, én is pont ezen gondolkoztam, szóval most már tökéletes. Ja, jó, a streamben mi? Aha. Én kimondom bármikor, hogy kitem Megan, tehát hogy azzal nincs baj. Igen. Jó. Az jó, jó. Nő. Ah, ez nem az a bait. Hát a kitem Megan az Magyarország legjobb női streamere. Nincs ebbe bait. Várj, nem tudom, te mire gondolsz. Ahogy tudod. Na, fasz, nem. Világ legjobb nője. Nem élhető környék? Nem, az nyersanyag miatt. Azt a kurva ember. Faszupu ez az Atesz. Egyszer megölöm. Találkozzak vele. Na mivel te ő sem mondja. Kell egy kedvenc harcgidának amúgy. Nem tudom, bebaszunk egy csomó medvét oda, vagy én nem tudom. Nem, én ezt élőbe szeretném megcsinálni, de azt már meséltem nektek. Fasz! Tehát na. Azt nekem így élőben már meséltem, hogy én egy izét szeretnék csinálni, egy ilyen streamer fight nightot egyszer. Csak ahhoz kellene legalább 3 vagy 4 olyan kamera, mint a Norbinak van. Meg kéne mondjuk legalább egy 8 streamer, aki erre várakozik, meg egy ketrec. Szóval összeverjük egymást pénzért? Hát az lenne a fight pénzért. Night, igen. Én téged azért verdelek összeverni, vicces. Az lenne a streamer fight night, és szerintem geci menő lenne, és tök nagyot menne. Engem anyám nem enged el ilyen helyekre, Bali, bocsi. De. Lenne de, izé... Ha beszélt vele. Lenne Kartas versus Shuri. És mondom, a main event az izé lenne. A Fekete Miki versus összes. Sok értelme lenne Shuri ellen, bazd meg 190 plusz a Pali. Hülye. Tök mindegy. Nagyobb a reach-e, de a Shuri egyezik. Szóval akkor most dagadt vagyok. Dagadt, geci, ha. Le, mert Shurinak az teljesen megfelelőhet neked, meg azt. Hát nekem kurvára nem, igen. Arról már nem én tehetek. Hát mindegy. Gidát verné mindenki? Azt mondod? Na, de csak, akkor, mivel... csak akkor nagy a lútja. Na de mivel messze vagy tőlem, ezért megoldom a dolgokat. Aki meg tud verni, annak... Nem mondjuk, hogy mindenki megver. Azt tudom, hogy honnan kell kijönni amúgy, te jó ég. Streamelni az áll. De jó lenne. IRL. Menne. Ez most a bázis? Jó, oké. Okay. Nagyjából kijutottam innen. Azt a kurva eget. Mi volt az? Mi volt? A Bali kedvence. Sose tudod meg. Majd elmondod privátba, kérlek. De miért akarod ennyire tudni? De kíváncsi vagyok, vagy titkulóztok. Hát menj el onnan. De kurva jó. Agyon fognak lőni. Így csak nem talál el. Csak nem talál el így. Jó zsír. Nagyon jók vagyunk. Csákány dísznek van a kezembe? Hát a csákányom püfölhetem, ugyanúgy nem fog sebződni. Dehogy nem. Hát alig. Csákány sokkal erősebb, mint a kezed. Vagy üsett, üzé, sült krumplival. Többet ért volna? Mindegy most már! Nem mocskolom be a csákányom. Amúgy basszom, hogy vissza kéne szerezni a cuccaimat. Oh, nem tudom hogyan. Gardasz már SMP-n játszottad ki a játéktot. Mi van? Jó voltál. Azt a kurva, hogy ez csatám volt. Játsztad a játékot? Ki játszta? Ja. SMP-n? Hogy? Osztasz, hogy kell? Gida, segítsen már, hogy kell kijátszani. Tűnni, tudod. Telepátia megy a szerveren? Nekem is ez jó kérdés. Le kellett jönnöm egy picit, ja. De basszát, a kommentem is. Na, csá! Azt a jó eget. Na, addig csinálom az utcaimat, Gida.
Jaj, Istenem. Spin. Menetem gondolni, hogy ez spin. Csak akkor fogom mondani, hogy ilyen részeg leszek érte, és nem tudok beszélni érte. Tehát ez a... Na, akkor biztos, hogy jó lenne. Lenne benne valami. Ezt ne bántsátok. Ezt senki nem fogja bántani. Hogy a faszomba lettél második. Úristen. Megyek aludni Gidához. Jó cucc. Én csak a házamba helyeztem el valami fosást. Na, azt a kegyet aztán megyek vissza. Ah. Meg aranyalma azért kellett, hogy olcsóbítsam amúgy a falusit. Amikor szerezzek emeraldot, szerválok mindent, azt akkor jó lesz. Csak kurvára nincsenek cuccaim. Ide miért jövök? Nem kell innen semmi. A PQ, sheep mindenféle házból. Az a baj, hogy nekem egyébként nincs közvetlen izé. Mondjad már, nether portálom a bázisomhoz, mert mindenkinek van. Ez gidáé. Ez a Q betű, B betű, sheep, motor, B betű, minden is. Sok minden van itt. Turbo, jaja. Turbo! Bazd meg. Bazd meg, nincs nálam izé, minecart. Nem, visszamegyek netheron keresztül, max. Airpods? Akár. Akár Airpods. Ha már Airpods, ma lesz ma izé. Apple event, ha jól tudom. Apple event? Elvileg. Mit, Lucky, mikor fogjátok meghívni My Games? Az a baj egyébként, most így viccen kívül, hogy ez a... Oké, hogy meghívtunk pár embert a szerverre, de hogy a faszba bővüljünk. Mindig bennem van ez a gondolat, hogy a picsába kellene egyébként bővülni. És valahogy majd még kellenek cuccok jobban nyilván. Megint event? Hát milyen megint? Hát most event időszak van gyakorlatilag. De egyébként mit akarok mondani? Nem nagyon lesz egyébként magyar streamelés az Apple eventről, mert nyilván tiltják sorba ezeket. Hát nem, most nem is az, hogy nem jó, ha sok ember van, mert nyilván jó, hogy terjeszkedik az ember, csak ugye nyilván fennállnak ezek a dolgok is, hogy olyan embert, aki nyilván így mit tudom én, mindenki számára megfelelő, meg mit tudom én, tehát hogy tartalmilag megállja a helyét. Nyilván szeretnék új embereket is, nem csak már meglévő tartalomgyárkot, tehát itt például ugye Pozsi volt itt nagyon jó példa, nála is szépen emelkednek a dolgok, ugye nyilván itt most jött Perki, meg jött Lucky, de hogy nyilván nem csak már meglévő tartalomgyárkot akarok, hanem új embereket is ugye felfedezni nagyobb lelkesedéssel. Ja. Szóval igen. Vélemény az SF-ről? Úristen, jön majd a 10.0-ás update az SF-nél. Az nagyon nagyot fog szólni, te jó ég. Az nagyon jót fog szólni. Megint kávédaráló lett az egyik? Felkettél G2-át, srácok, mehet is! Ezt át akarom vinni magammal egyébként. Haza. Otthon lenne értelme a G2-ás táblánk, itt a bázisnál nem nagyon. Csak nem tudom, hogy a srácok szerint elvihetem-e. Hogy az, hogy ha valakit járkál, és ez fel van tüntetve, azért ez mekkora parasság már. Ne itt legyen már feltüntetve a G2-ás. Akkor vinném magammal. Ó, csak tudjam, hogy mi merre van. Várjál csak. Ez egy 3x5-ös terület, mi? Jól látom. Hatos. He? Akkor 7-es. Nem fogok elérni odáig, te jó ég. Azért akarom itt sorban, mert tudom, hogy így kell majd leraknom. Köszi szépen a szabot! Így már jobb lesz a helyzet. Norbi, hogy vagy ezen a csodás napon. Power! Kösz szépen a második hónapot! Nagyon szépen köszönöm. Jól vagyok, köszi! Kifejezetten nem vagyok szarul.
Ezt így full komolyan. Kifejezetten nem vagyok szarú. Köszönöm a kérdést. Ütköztünk újra. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Feketénél nem tök mindegy. Hát amúgy igazából de. Igazából teljesen mindegy. Csak ez a része legyen már meg. Mindegy, az lényegtelen. De bazzeg az öt sor, te jó ég. Na mindegy. A maradékról úgy is tudom, hogy az csak fekete. Aztán lerakom amúgy. Úgy. Fassa! Jó, ezt vihetjük haza. Hiányoztál Kajta? Hát tegnap is streameltem. Szia Marci! Hello! Na jó. Kellenének item frame-ek. Ó, van itt egy csomó. Adom. Let's go. Csak mondjuk a lovamat nem tudom, hogy hova a francba raktam. Hova raktam a lovamat? Halló? Ah, Lárifári! Várjál! Ezt visszatesszük. És most már lesz helyem. Én nem láttalak tegnap óta? Ja! Hát te is hiányoztál. Hívd le kommanddal. Dehogy is, az nem éri meg nekem. Az nem éri-e, nem éri meg. Na. Csak átteszek egyet, azt a többit majd felgyújtom, Max. Külön kellene szponzor a Szeróhoz. Hát de mi? Mi értelme lenne? Az, hogy most izé, nem, akkor már egyesével mindenki szerezze meg a saját dolgát, amit akar, érted? Tehát Max talán a szervergépnek lenne jó ötlet, de nem tudom, őszintén szólva. Mert gondolkoztunk mi is azon egyébként, hogy a szervernek nem ártam amit, de mi? Hát hostingot biztos nem akarok. Tehát. Ugye az SPC? Fényem, már leszarom, figyelj. Én úgy vagyok vele, hogyha legalább van, legalább itt a G2A, akkor hamarabb most saját pénzből összerakom a szervergépet, az szarok az egészre, érted? Tehát, hogy így nem tudok ezzel mit csinálni. Hamarabb megszerzem a cash-t, bazd meg így, mint hogy várok arra a válaszra, érted? Összegyűjtöm a cash-t, azt megcsináljuk, érted? Aztán engem már kajak nem érdekel. SPC-vel mi van? SPC az gatya. Fogalmam sincs egyébként. Ötletem sincs, mi van velük. Ugye felhoztam előbb a témát, ugye, hogy akkor a logó az ugye jobb vagy bal oldalt legyen. Mert hogy oldalt legyen, vagy középen. Szerintetek amúgy egy bögrének jobb vagy bal oldalt kell lenni amúgy egy logónak? Hát általában mindenki jobbkezes. Ha így fogod, akkor külsőleg. De honnan tudjam, hogy melyik a jobb és bal oldal? Mert eddig ugye középen volt a bögrének a logója, ugye a szabbögréknek. Tehát eddig középen volt. Ugye most inkább mondhatok, hogy legyen oldalt. De hogy honnan tudja, melyik a bögrének a jobb vagy a bal oldala? Most mi alapján határozom meg? Hát ha megfordítom, ez már a másik oldal. Ez meg a másik oldal. Az ugyanaz. A fülétől bal. Írj meg, hogyha iszol belőle, akkor lássad. Hát de most mi a geci? Ezt most hogy lehet megállapítani? Ami nem lesz mind a két oldal, csak egy oldalt akarok amúgy. Hát most így, bocsánat, most nem tudom. Nem tök mindegy, szerintem tök mindegy. Szerintem tök mindegy. Magyarul persze. Ez most magyar cuccos. Hát szerintem tök mindegy. Hát most honnan tudjam, hogy most melyik? Olyanok vagyunk, mint a két évesek? Yes. Imádok két éves lenni, tudod miért? Mert addig sem pofázol! Nem egyébként, nem amúgy két évesek már beszélnek. Csak az a baj, én négy éves koromban beszéltem először, szóval lehet az én estemben ez nem jön ki. Jobb kézbe fogod, akkor lásd a logót. Ó, navosok! Kérdőjel. És bepótolom. Á, már bepótoltam eleget amúgy. Meg a hangom is a szar jelenleg amúgy. Micsoda? És srácok, hányat köhögtem a stream alatt eddig? Csak szeretném megkérdezni, srácok. Mennyit köhögtem a stream alatt eddig? Na ugye. Na, hát ötletem sincs, hogy melyik oldal
de ha jobb kézben fogom, akkor max külső része. Így írtam meg azt, csak. Minden szabad köhögés füleimnek? True. Aki nem szab, az leszarja ezt a bal jobb oldali mintát. Egyébként eredetileg én is telibe szarom, de hát most nem tudok vele mit csinálni. Cipőkre én ugyanezt az összeget megkérem. Hogy? Több száz eurót? Hát több százat nem, de ha egy 100 eurót költesz cipőre, az még szerintem korrekt. Azért, hogy mondjam, az a cipő az legyen már kényelmes, szerintem. Cipőnek legyen már kényelme. Én legalábbis így gondolom. Meg hát vannak resellerek, vannak gyűjtők. Van, aki már egész fiatalon csinálja ezeket a reseller gyűjtés dolgokat amúgy. Ami amúgy egész menő. Full komolyan mondom. Nem tudom. Én így 20-asért szoktam átlagba cipőt venni, nekem bőven elég általában. Nos, mi, hova vegyek többet? Megveszem a kényelmes Nike cipőmet, azt viszlát. Hova többet? Nézd, annál többet meg szerintem tök fölösleges. Merre most akkor ez 7x4. Na mondjad, Gida. Nem tervezem túl gondolni. Jó, de elég ennyibe most. Lerakom így, az csak. Legalább addig is csinálok valamit. Az vagy, hogy cuccaimat kellene visszaszerezni. Nem ez a fekete, hanem az a fekete. Mondjuk, mint a számítana. Ha már szponzi, akkor legyen jó. Tökéletes! Ennyire lehetett volna három magas is? Felkem jó ez így! Felkétek égettővel, kösz szépen! Na. Valami nem jó. Az utolsó teteje hiányzik. Azt nem hoztam el magammal, mert öt magas egyébként. Elmondhassák, hogy van? Nekem egy-két kényelmes cipőm, el vagyok vele. Nem, azt nem azért veszik hetente, hanem azért eladják drágábban. Tehát ezt nevezik resellernek. Ez olyan, mint a dropshipping, csak kicsit kisebb kiszerelésben. Ez ilyen kisebb kiszerelésű dropshipping igazából. Jobb oldalról hiányzik egy oszlop, mert ez nekem ferde. Én már nem tudom, Getsz. Amúgy lehet, hogy mondasz valamit egyébként. Lehet, hogy mondasz valamit. Mert amúgy több része a bal, mint a jobb. Aszimmetrikus? Ja, aszimmetrikus. Ez már nem az én hibám, ez már a srácok hibája, ők kurták el. Na. Búta németek, adják ide, azt eladom a Lidl-be jó árért. Megoldom nagyba. Jó, lehet fát kéne szedni amúgy. De amúgy meg nem dobják, ez szerintem kibaszott túlzó. 11-11, megpróbálják ezeket olcsóbítani szerintem. Öld meg őket. Frigyes néven. Csak azt nem tudom, hogy innen amúgy kiszöknének-e, hogyha én ezt kiszedem. De technikailag nem szöknének ki amúgy. Viszont nekem ide rá kell, hogy álljak, pont azért, hogy ne vegyen engem észre a zombi ilyenkor. Látod? Na, ezt a részt majd szétkapjuk, mert ez kelleni fog. Nem megy ki. Miért menne ki? Fejét fogja a fél lap. Nem, az fél lap, amivel fogja a fejét. Te nézd. Te technikailag nem tud kiugrani. Szerencsére. Ja, amúgy igazából csak azért ezzel szedem, mert nincs baltám. Ó, de tudok csinálni legalább. Na bassza meg.
Szóval én vagyok a legcsoróbb a szerveren egyébként. Azt a mocskos. Hogy lehet ilyet? Én vagyok a legcsoróbb a szerveren. Nem baj. Jó lesz ez. Ott van az inventoriban amúgy. Ekkora egy fogyatékost, mint én. Ne engedd el. Jó, nem baj, visszateszünk mindent. Mikor fogsz Tüvári Pistánál szerepelni? Hát minek szerepeljek? Tehát, hogy most ez no joke, de hogy most van bármi értelme, hogy én a VR-osoknál ott legyek, mert szerintem nincs. Szerintem semmi értéket nem tudok képviselni ott a podcastjüknél. Majd, hogyha ténylegesen befut majd az SMP esetleg, vagy nagyobb hírértéke lesz a Minecraftnak, vagy én is majd, nálam is majd többen lesznek, akkor esetlegesen van értelme. Minecraftos témakörbe meg hívják a Siriust, legalább egy korosztály velük. Érted? Legalább egy korosztály a Viktor. Érted? Most azon kívül meg vagyok egy Minecraft csatorna, hát ki a faszt érdekel? Ja. Meg hogy nekem egyébként megérnie, mert szerintem nem. És tehát azért mondom, tehát most lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy élete álma értető ott legyen, nem tudom, nem, én inkább hallgatom az ilyeneket, mint hogy szerepeljek egy ilyenbe. Szerintem. Szerintem én inkább hallgatom az ilyeneket. Magamat úgyse hallgatom vissza általában ilyen podcastekbe. Mit a cringe baitbe se hallgattam magam vissza. Tuti fasságokat mondtam. Nem tudnak kiszakni akkor, jó zsír. Jó vendég lennék? Figyelj, én úgy gondolom, hogy akkor voltam jó vendég a cringe baitben, amikor hirtelen egy nyár alatt lettünk 10-szer többen. Annak lett volna értelme, mert arról tudtam beszélni, hogy engem ez mégis hogy érintett például, vagy mi volt így a mindennapokban. Nyilván akkor más volt a mentalitásom a streamelésre, most szerintem sokkal stabilabban állok dolgokhoz, sokkal jobban tudok hozzáállni dolgokhoz. Igazából figyelj, nem tudom. Mondom, akkor lenne értelme, az SMP az egy nagyon nagy dolog lenne a későbbiekben, vagy hogyha én, nekem a hardcore-om lenne például olyan, ami tényleg kimagasló lenne itthon. Kis zombi így bemegy? Hát akivel ki van fákázni, akkor nem fog bemenni a kis zombi. Nem lesz gáz. Tehát, nem tudom. Én magamat sok értelmét, nem látom sok értelmét ilyen magamat. Érted? Max majd, hogyha sokkal durvább lesz majd a csiti-csati, meg ilyenek. Ups! Mindenki így a világ hírnevet akarja egyébként a tartalomgyártásnál. Én meg vagyok jelenleg. Nekem jó ez. Azt nem azt mondom, hogy nem fejlődnék, érted? Mert fejlődnék. Érted? De... Hogy be van szarva itt előttem? De hát akkor meg más csináljuk jól. Hátba játszatok? Yes. Az megvan, hogy az amúgy 11-ért adta nekem a botot. 11-ért adta a botot. Olcsóbítottam azért, hogy 26-ért adja a botot. Ez amúgy komoly. 11 volt mind a kettő. 26-ért van most. Hogy? Hogy a faszba? Anyám, ekkora egy kibaszott logikát, te jó ég. Az haláli. Azt komolyan mondom, haláli. Most már megvárom a másikat, hát hogyha eredményesebben jön ki. Tehát azt se hiszem el egyébként, hogy esély kell arra, hogy olcsóban adjanak bármit is. 26 ez is. 11-ért adta korábban. Mert hard. Nem. Hanem minden egyes olcsóbbításnál olcsóbban kell, hogy adja az előző alkalomhoz képest. Tehát most a 11-nél, 11 után egy 7-ért kellett volna, hogy adja körülbelül. Mi a fasz, ember? Hard, azért jó, hogy hardban van a játszás, vagyis a szerver, mert akkor 100% eséllyel alakul át ugye zombi falusivá. De hogy mi az Isten? Mi az Isten, te jó ég? Na mindegy. Nem értem ezt a kibaszott logikát. Mi az a G2-e? Felkérte a G2-e? Azaz. Életem gazdagságát tükrözi. Szóval igazából én így állok ehhez a podcast témához amúgy.
Tehát ha már a podcastra meghívsz valakit, akkor az legyen érdekes. És nem azt mondom, hogy soha nem lennék az, de akkor legalább tegyek azért, hogy érdekes legyek valamilyen szempontból. Kiemelkedő legyek a többi tartalomgyártóhoz képest például. És nem azt mondom, hogy ez nem egy lehetetlen művelet, csak valamit kurva jól kell csinálj akkor. Sokkal, sokkal műsorszerűbben, sokkal több mindent ugye elérni ezzel. Szia, töltött káposzta. Ja, a másik nem lesz, ami zombi falusi sajnos. Hazértem a Velencei tóról? Na, ez milyen volt? Adtam nekik aranyalmát? Persze, hogy adtam. Hát máskor nem tudott volna visszaváltozni. Mit keresek? Almát. Ó, van egy csomó. Jó az. Most mondanám, hogy az olcsóbbítás miatt megéri, amúgy ezeket csinálni, csak hát kurvára nem olcsóbb sajnos. Hé? Ja, kösz. Nem tudom, hogy hol van hirtelen. Kell a kardom ugye a bambuszok vágásához. Mert valamilyen logika alapján a karddal vágod a leggyorsabban a bambuszt. Ez ilyen fruit ninja type, vagy én nem tudom. 20-an voltunk, hogy az egész hajó dölöngélt. Hm? Azt akkor miért érte meg elmenni oda? Ne vas karddal, inkább kraftolj fából. Nem kurvára mindegy. Aztán meg vagyunk ezzel is. Hogy elég gyorsan törik, mi a fasz? Amúgy tényleg gyorsan törik. Így most már értem, hogy miért írtad. De azt hittem, hogy ez így tökre nem fog kopni meg ilyenek. Hát de, eléggé gyorsan. 10-szer gyorsabban? Ez konkrétan 10-szer, vagy csak úgy mondtad, hogy 10-szer? Az baj, hogy elhiszem amúgy, hogy 10-szer gyorsabban törik. Törjön! Arra van, hogy eltörjön! Ezeket úgyis trédelni fogom. Törj el, tetyám! Nyomod. Egy vaskart helyett 50 izé fakard? Amúgy például nem tudom, hogy a fakard az milyen gyorsan törne. Meg az lehet, hogy nem is törné ilyen gyorsan amúgy. Tehát... abba se látom feltétlenül a logikát. Hát én összebaszom neked egy fakardot, de szerintem annyi értelme is lesz. De csak azért, mert erre rohadt kíváncsi vagyok. Úgy alapjában véve annyira nem érdekel. Együttésből már 57. Az gatya! Hát mondjuk 50 fakard az nem is, de hogy egy olyan, várjál, 52-50. Hát 5 darab fakard amúgy egy vaskarnak a cucca. Ja. Perki elkezdte? Hát a kezdőháza az megvan. Nem megérős, hát igazából a sima kardom kellene, csak hát kurvára nincsen. No mindegy. Ja, hát ez konkrétan egy mínusz, mert hogy 50-et simán kiüthettem egyébként. Szóval az elképzelhető, hogy gyorsan fogyott. Az simán hihető. Hát technikailag semmi nem megérő, csak az ilyen 2000 durability-s izé kardok esetleg. Az úgy még talán. Na. Hova tűnt? Elvesztettem az összes cuccom, amikor meghaltam. Egy fél hete, egy hete? Semmi extra. Csak, tudod, csak a szoki. Csak a szoki, hogy mindig megdöglök. Na. Jó, Istenem. Ja. Offstream sajnos megdöglöttem a farm építésnél, mert lezuhantam. Aztán, hogy én ilyen addolgatás biztos nem fogok csinálni. Mindegy, megoldjuk botokkal, aztán lesz sok emerald. Aztán szerválunk cuccokat. Bam. Amúgy, ha már itt vagyunk, ennyien, akkor el akarom mondani a szitut. Most szombaton lesz majd 12 órás, ahol csak HC-zni fogok.
mellette lehet majd zenéket küldeni, legminimálisabb támogatásért, csatornapontért nem lehet. Illetve pedig egyébként lehet végtelen predict lesz, majd item tábla meg ilyenek. Ugye annó nekem mindig volt egy hónapban egyszerű, vagy 12 vagy 24 órás, viszont az előző 3 hónapban nem volt, bizonyos okok miatt. Ezt tök fölösleges elmagyaráznom, de most újra tervezek, most meg tudom oldani. Tehát most szombaton lesz majd egy 12 órás, valószínűleg csak HC. Pénteken meg letudom az SF-et előtte. Meg SMP ugye van ma, meg majd holnap megint HC, meg majd holnap remélem, hogy már az SMP Olimpia összefoglalót majd meg tudom nektek mutatni, mert már elkezdtem vágni. De hogy lehet 26-ért? De az is 27-ért, az legalább 6-ért adja. De amúgy ez a baj basszus, hogy megint elkezdem 27-ről olcsóbbítani, esélytelennek találom azt, hogy megint olcsóbb lenne. Tehát próbáljuk már meg megint a 26-osokat, amik az előbb 11-ek voltak olcsóbbítani, akkor lehet, hogy ledobja nekem 5-re. Vagy ki tudja. Az mondjuk bebaszna. Az mondjuk elég erősen bebaszna. Ott van 11 emeráldom. Azt nézzük már meg. Tehát azt nem vagyok hajlandó elhinni, 11-ről 26-ra vitte le. Egyre? Nem tudom, predict? Van értelme most a predictnek? Azt kéne még, hogy predict legyen? Hát igazság szerint az a baj, hogy én nem tudom eldönteni ezt a mechanikát, mert most nekem azt nem mondja senki, hogy 11-ről felviszi 26-ra, úgyhogy lefele kéne vinnie, és ezek után meg még ledobja nekem 15-re. Úgyhogy kettő átalakítása előtte meg 11 volt, szóval én nem tudom. Az olyan szaró van megcsinálva, hogy eszméletlen. Szia Simba, hello! Csináljak? Hát gondolod? Nem tudom, hogy kéne írni. 10 alatt ja, 10 alatt lesz-e a... 10 alatt lesz-e a bot ára? És akkor igen vagy nem, mert hogyha, ha technikailag 10 alatt, akkor az a 11 alatt, az átalakítás utáni. Viszont ha nem, akkor sajnos nem. Te például akkor mehet egy ilyen predict például. Ennek még talán látom is értelmét. Eddig 11 volt, egy átalakítással később lett megint 26. Hogy a picsába, azt komolyan mondom, nem értem. Azt lehet, hogy most a 26-ot úgy fogja levinni, hogy még a 11-nél is leviszi. 2 perc, ó, te jó ég, az bőven elég. Hát, aki még nem akar szavazni, azoknak nem muszáj. De az opció attól függetlenül fennáll. Szóval miért is ne? Tehát technikailag miért is ne? Na, hogy van a prediktünk? 10 alatt lesz a bot ára. 50-50! 50-50! Nemre valaki 20 ezret rakott a legtöbbet, igenre pedig 25 ezret. 38 a nemre! Birdie! Hallod, Birdie? Egyébként saját magadat kínzod ezzel. Tehát ez a ne legyen predict, no, ne legyen predict, ne legyen predict. És ez a attól, hogy vesztesz, az már nem az én hibám, hogy magadat kínzod ezzel. Imádok szenvedni? Én is, azért streamelek. Töltött káposzta 25 ezer, Birdie továbbra 38 ezer, 40% az igenen, 60 a nemen, 159 ezer, 164 ezer csatornapont a nemen, 105 ezer az igenen, 31 szavazat a nemen, 28 az igenen, 36-64 arányba, 50 ezer a legtöbb, repici 50 ezer nemmel, 25 ezer mindig töltött káposztánál, 1-1-1-1-1-56-os ott a nemre. Hadarj már egy kicsit, azt mondod? 50 ezer a nemre, 39 ember rakta fel, 36 az igenre, 288 a szorzó, 291, 302-es az igenre, 151 a nemre, 153 ezer az igenre, 304 ez a nemre, 310 ezer a nemre, 34-36 arányban, van még hátra 27 másodperc. Hallod, rendesen jól le kellene ezt kommentálni. Felraktam 45k-t a nemre, all-innal basszál rá egy jó all-int, 326 a nemre, 173 az igenre. 44 ember rakott az igenre, 51 a nemre, 50 ezer továbbra is a legtöbb a nemre, 25 ezer az igenre, senki nem szeret az igenre menni. Amúgy lehet, hogy több lesz a nem. 6 másodperc van hátra. 6 másodperc van hátra, már csak 3, 2, 1. 10 alatt lesz a bot ára. Valószínűleg amúgy kurvára nem, de hangot még nem hallottam, szóval valószínűleg még nem alakultak vissza. Valószínűleg még nem alakultak vissza. Azt kell, hogy mondjam. Csak a számokat olvassa fel. Hát azt akkor... Mondjuk LCS kommentátor, azt a kurva, semmi közöm nincs a LOL-hoz. Na, addig trédelgetem a maradék botomat. Mondjuk nem ezektől a patkányoktól, azok, akik 6-ért adják. He? Mi? Várj! Ezek adták az előbb 6-ért, nem? Trédeltem velük 6-ért az előbb, és most 31-ért adják a botot!
Geci, ez mi? Ember! Ember, az előbb 6-ért trédeltem velük, és visszament 31-re. Menj már az anyádba, amúgy kajak. Hát ennyi értelme van a kurva átalakításnak. Hallod? Ekkora egy fost. Ekkora egy rakásszart. Te jó ég. Na jó van, megyünk még szedni dolgokat. Ezt nem tudom, hogy a péklapát az mennyire bírná. De mondjuk van benne egy tör 3. Az nem tudom, hogy mennyivel jobb. Szeretik, ha szenvedek? Hát ez egy kurva Minecraft mechanika, hát nem hiszem el, basszus, hogy izé ennyire nem akarja amúgy a dolgokat. Amúgy nem akarom eltörni a péklapátot, csak megnézem, hogy mennyire bírja. Elvileg jobban kellene, hogy bírja. Hát 59, ugye van benne tör 3, jól látom? Ja, van benne tör 3. Ugye csak nem tudom, hogy durability-t vissza, vagy számít egyáltalán. Lehet, hogy a tör 3 ebben az esetben amúgy nem számít. Simán benne van a pakliba, nem számít. Csak ne törjem el a péklapátot. Önzionings! Alex is megjelent. Nem tudom, ez kibaszott szenvedés amúgy. Mert az a baj, hogy akarok olcsóbító rendszer, csak így meg amúgy nem éri meg. Így amúgy totálisan nem éri meg olcsóbítani. Tényleg amúgy tiszta szenvedés az egész. Na. Nem számít ezek szerint. Vagy nem tudom, hogy többet tudtam eszedni az előbb, vagy sem. Tehát ténylegesen nem vagyok ezzel tisztában. 6K-t ír, de 16K-t vont le. Üdv Magyarországon. Azt Áfának hívják, kedves Andrew. Amúgy nem tudom. Ötletem sincsen egyébként. Jó, visszaváltoztak a falusiak. Let me see. Nézzük meg, Mizu. Ezt rakjuk már az Andor chestbe, hogy véletlenül is legyen gáz. Engem támogat a G2-á. Na jó, ember, 26... ez mi? Ez... Ember! Ez hogy? Ez nem is így kellene, hogy működjön. Ez 34. Ezt... Várjál, rosszat néztem? Nem. Várj, ezeket olcsóbítottam, nem? A másik kettő, de ugyanúgy 26. Tehát semmivel nem lett olcsóbb. Jó, akkor ez az. Bocsánat. Rosszat néztem, de ettől függetlenül ugyanúgy 26. Jaj, semmi értelme. Semmi értelme ennek a kurva olcsóbításnak. Tiszta szar az egész. Egy rakásfos az egész, komolyan mondom. Na mindegy. Mindegy, trédeljük el a bambuszainkat. Minden esetre. Amit tudunk csinálni. Csak azt nem hiszem el, bazd meg, hogy 6-ért volt az előbb, most meg 26-ért a legolcsóbb. Tiszta cink. Megérte az 50K? Azt mondod? Ja, nincs több emeráldom. Fuck. Jó, viszont kellene könyv. Mikor add ide az unbreakinget. Már hogyha nem az unbreakinges tűnt el itt. Az egy picit baj lenne. Kösz. Kösz szépen. Nem vesztettem, te jó ég, Birdie. Lehet mégis megéri egyébként fogadni? Hoppá. Ki tudja? Lehet mégis megéri ez az egész szenvedés. Nem tudom, hogy üllőm van-e egyébként ott az Enchantosnál. Nem, egy újjal nem nyúltam hozzájuk, ez a vicc az egészbe. Ötletem sincs, mi a szartól van. Esküszöm, ötletem sincs, hogy mi a fostól van ez. Ásót amúgy nem vettem? Lehet nem vettem ásót. Lehet, azt kihagytam. Az enchantok nem lettek drágábbak, mert ugye nem trédeltem annyit. Tehát én már azt is el tudom képzelni, hogy azért drágább egyébként a trédelés, mert sokat trédelek velük. Ne kérdezd a logikát, ötletem sincsen. De kajak, elhiszem. Biztos jól ki van világítva az enchantoló? Nem én világítottam ki, hanem
hanem mivel szeretek fáklyákat lerakni, ezért agyon szopadtak a srácok, és telerakták majdnem az egész helyet fáklyával. Mert ezek ennyire unatkoznak, geci. Tehát ezt esküszöm, hogy nem én világítottam ki. De az a bajom úgy, hogy ezt a falusi rendszert egyre jobban basszák el a játékosoknak. Tehát annó például úgy volt, hogy kettőnél többször tudtál trédelni velük. Most ugye levitték ugye napi két trédre, ugye játéknap két trédre. Most meg már ugye az, hogy ha többet trédelsz, drágában adják. Pedig egyébként az olcsóbításnak pont az a lényege, hogy all time olcsóbítsam, hogy ezeknek a szaroknak az a trédelését. Tehát esküszöm, nem értem a logikát. Tehát akkor egy fos az egész, a végén amúgy a legrosszabb opció lesz amúgy a falusiakkal trédelni, pedig amúgy a legjobban megéri a játékba. Tényleg az egyik legmegérőbb forrás amúgy. Szóval... vicc kategória, komolyan mondom, vicc kategória. Pak, 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 kösz. Szétkaptam? Nincs már több fákja? Itt a szerverem van valami gebasz? Én nem tudom basszus, de hogy mi lenne a fos? Az baj, nem tudok rájönni, hogy mi lehet a szar. Valami biztos, hogy lehet. De simán benne van. Jó. Ennyi fákja amúgy a világon nem létezik, srácok. Szerintem megütötted, hogy kiszedted a blokkot. De azt látta volna mindenki. Ja, meg a másik. Azért nem lehet egyébként azt, hogy megütöttem őket, mert akkor jelezné azt, hogy drágább az előzőhöz képest valami miatt. Ugye? Tehát én egy ujjal nem nyúltam hozzájuk. Nem tudom, lehet azért, mert rabszolgas horsba vannak. Szóval lehet, hogy csak így észrevették, amúgy valami nem oké. Vagy én amúgy komolyan nem tudom. Na mindegy, szedjünk több bambuszt, mert most már tudok. Unbreaking 3-ban most már ki tudom szedni a világ összes bambuszát. Anélkül, hogy baromkodni kéne. Na mindegy. Amúgy a tegnapi naptól kezdődően amúgy van már G2S együttműködés. Tegnapi nap streamben elmondtam, hogy egyébként ennek mi az oka. Igazából, hogyha gondoljátok, gyorsan felvázolhatom. Azért, hogy tömjem a hasamat milliárdokkal, nyilván, tehát semmi más. De lényeg a lényeg, hogy van új cuccos. És igazából, ha a G2A kommandon belül linkre rákattintotok, akkor az elsősorban nekem egy támogatás, meg hogyha a linken keresztül vesztek játszást, ami persze nektek megéri, mert anélkül ne vegyél, hogy neked ne érné meg, akkor az egyébként is egy hatalmas támogatás. Szóval kösz szépen! Anyagi biztonságom, ölköze. Kéne még egyet MC-zek, mielőtt elutazom? Hát, játsszál telón. Telón se szar annyira az MC, csak hát bedrokkos. Ez a rész megy ki vodra, persze. Meg a mai nap töltöm fel majd stream után a tegnapi vodot. Vagy a tegnapi streamet. Eléggé szedegetem ki ezt. Telón egy rakatszar az MC. Úgy annyira nem rossz. Én már próbáltam hogy a bedrockos MC-t, annyira amúgy nem rossz. Az irányítás nehéz. Tehát én például próbáltam úgy, hogy aki egyébként már játszott valaha konzolon MC-t, én úgy csináltam egyszer, hogy Bluetooth-on rácsatlakoztattam a PS4 kontrollert a telómra, és úgy játszottam MC-t telón. Az úgy egyébként még tök fun is. Ezt viccen kívül mondom. Eskü van benne móka. Tehát kontrollerre annyira nem szar az MC, PS4 kontroller csak hozzákötötte a Bluetooth-tal, az csá. Tehát így nem volt rossz. Grafikailag megállja a helyét, érted? Tehát, hogy így... annyi, hogy elitrázni, még nem tudom, hogy a picsába kell bedrockba, de... ja. Az még egy kicsit bonyolultabb szitu nekem. Befér a bőrönbe is? Na látod. Így kell ezt csinálni. Pont a hétvégén próbáltam ki a Minecraft VR-t. Ha már megvan a PSVR, gondoltam kipróbálom. És egyébként rendes kibaszott menő amúgy. Bazegi, felveszem azt a szart, körbenézek, és egy Minecraft világ. És nem is szar a grafikája. Meg hát könyörgöm, sandbox játék, tehát hogy nem lehet fos a grafikája. Rendes élveztem egyébként. Tök fun. Tök fun a játék. Csak az a baj, hogy drága PS-re az MC. Szóval nem gondolkoztam el teljes verzión. Kibaszott kocka vagyok? Hát ezzel jár. MC VR, yes.
Jó cucc egyébként. Eskü jó cucc. Bam. Elég nehéz. Kétszer megnyomod az ugrást, elkezdesz siklani, majd hosszan megnyomod a képernyőt, és használod a ú, te jó ég. Elég nehézkes. Én próbáltam egyszer, de hogy így inkább feladtam. Inkább csak szimplán feladtam. A trédeljünk még egy keveset, ha várj. Úgyis ilyen jó áron adja amúgy a bot Emerald trédet. Csá Alex! Szia Bogi! Hello mindenkinek, akik most is sziasztok! Automata bambusz farmot? Nem butaság. Majd egyszer összedobom. Most meg már 6-ért adja. Haló? Most 6-ért adja. Ez meg 52 helyett 34-ért? Kérdőjel. Nem tudom, hogy ez hogy megy, de valahogy biztos. Most már 31-ért adja. Emberek, segítsetek rajtam, hogy ez mégis miért így megy. Nem értem a logikát. 6 után közvetlen 32-ért adja. Benne vagyok a Minecraft, ha jó ég. A diacucok is jöhetnek egyébként, mert miért ne? Legalább drágán adod? Ó, hogy ne adnád drágán. Akkor most nem. Akkor ezt most kihagyjuk. Akkor prot 4-et nem teszünk rá. Viszont amúgy egy mendinget amúgy elfogadok. 4 cuccra. Szedem vissza a cuccokat szépen. Indítsam újra a szervert. Hát ez nem amiatt van szerintem. Ez szerver probléma lenne, amiért szarul adja a trédet. Nem tudom, elég nehezen hiszem el. 34-ért efficiency. Lehet őt meg kéne öletni. Ezt lehet meg kéne öletni. Kell egy weakness, aranyalma, és akkor megnézzük, hogy 34-ből mennyiért adja nekem. 34 az efficiency, ugye? 34. Túl sokat részt vele, azért adja drágábban, ha az a baj. De ez annyira fos! Te jó ég! Tiszta szar! Hol van? Kösz szépen! Hogy haltam meg? Hát... csúnyán. Csúnyán megdöglöttem. Lezuhantam, és eltűntek az utcaim. Nem HC-ba? Nem, Isten, Birdie, bazd meg! Ne mondjál ilyeneket, mert elhiszi a chat. Úristen, Birdie, ne tedd ezt velem. Nem HC-ba haltam meg, SMP szerveren haltam meg. Ne tedd ezt. Az a baj, Birdie, egyébként, hogy ez veszélyes fegyver, tudod, mert amúgy bárki elhiszi ezt, ha csak szimplán leírod, én meg magyarázkodhatok. Nem akarok magyarázkodni, mert nincs értelme. Ne tedd ezt. Tudom, hogy hiányozni fogok? Ezt nem mondtam. Csak ne szopasd a jó népet. Hogy írnám? Várjál. Meghaltam a mapon. Így. Ez jó lesz? De az a baj, mivel SMP amúgy a izé, az index kép. Nem tudom. Jó, de le kellett írnom! Tehát, meghaltam a mapon? Jó a címe. Meghaltam a mapon? Sok kérdőjel. Cuccok visszaszerzése? Az SMP szerveren. Nyilván ezt a legvégén, a lehető legkisebb betűvel. Főleg úgy, hogy ráadásul van ilyen az interneten, várjál. Small text generator. Azt hiszem ez az. Ó, ez a kedvencem, figyelj, amikor odaírom, hogy cuccok szerzése SMP szerveren. És akkor, hogyha leírom ezt kicsibe, és így írnám be a címbe szándékosan. Várjál? Nem, ezt. Itt, ez. Így írnám bele a címbe, hogy meghaltam a mapon? Cuccok szerzése SMP szerveren. És a lehető legkisebb betűtípussal, ahogy csak tudom. Hát mekkorát menne már? Tiszta szánalmas. Alakulj vissza, tetyám.
meg vagyok fázva. Már kezdek gyógyulni, ahogy halljátok amúgy, vagy nem halljátok, de nem köhögtem a mai streambe eddig. Hangom még egy kicsit gatya, érzem amúgy a taknyot amúgy a torkomba, meg az orromba, így átmenetbe. De a hangom már kezd visszajönni egyébként, nagyjából szóval szerintem már holnapra. Kellett mondanom, holnapra szerintem már jobb leszek teljesen. Kisgyerekes a hangom, hát elment a rákba a hangom. Szia Omaráj, reggelt neked is így fél ötkor. Mi a helyzet, hogy vagy? Hát ilyen ez, nem tudok vele mit csinálni. Itt a vég, ennyi volt? Jaj ne, az SMP-re akkor lehet azt kéne éri. Ennyi volt? És akkor, ja. Ú, lehet nem is azt kéne, hogy meghaltam a mapon, hanem a ennyi volt? És ja, és akkor izé, cuccok visszaszerzése. Atya úristen, mekkora gec lennék. Már aki úgy ténylegesen követi a dolgokat. Ja, ez még régebben halt meg ez a falusi. Majd ide teszek vissza egyet. Éjszakás hét szóval reggel van? Ja! Így már mindent értek. De ha már nagy csati, holnap kerül ki majd a vágott SMP Olimpia cuccos. Kövi héten kartás, utána pedig az SMP összefoglaló. Szóval ezen a héten, kövi héten, utána lévő héten kaptok vidinyót. Mutattad a tesz, aha. De szép. Meghaltam a mapon, 100% veszély. Anyám. Fú, ilyen tipikus lószart kéne. Itt a vég, minden elveszett, nincs tovább. De ezt ilyen ATV-sen kéne tudod. Itt a vég, nem lehet tovább. Nem úgy volt, ma lesz. Nem tudtam befejezni a vágást. 5-6 percnél vagyok, túl sok. Túl sok volt az anyag. Már amúgy tényleg mára ígértem, csak hát, ja, nem jött össze addigra, sajna. Alakulj már vissza. Nos, a kaja megütöm, az hát hol olcsóbb lesz. De mennyi idő kell neki? Ugye elvileg, ha ágyat rakok, akkor gyorsabban izé újra változik. Na, csak mondanom kellett. 29-ért adja. Nem sokkal olcsóbb. Ezt az efficiency-t kellene levinni a lehető legjobban. Azt kellene a lehető legjobban levinni, csak kell egy csomó arany hozzá. Nem lesz elég szintem. Ó, dehogy nem, kicentisztik a picsába. Nagyon jó. Hát 23-ért adja az efficiency-t, vagy nem, 27-ért? Minden igaz? Azt kellene még jobban izé. Most lett vége a VR beszélgetésnek, mi? Ez csak egy tipp. Hogy lettünk 100-zal többen? Tehát, hogy így kurva hirtelen. Hát, hogy a geci benne? Mindenki szétoszlódott a picsába. Mindenki szétoszlódott. Na, milyen volt? Mert akkor én majd visszahallgatom, ha feltöltik. És most jöttem. Lehet csak látom, tudod, hogy mit tudod, hogy 373, de én mondom, geci, 300-an voltunk itt, mondom, mi a fasz történt, ember. Mi ennyire érdekes ez a trédelgetősdi, mert szerintem annyira nem. 29, ó, Istenem, bazd meg. Kellene aranyalma, meg kellene arany, meg kellene minden is. Meghaltam kart az TikTok SMP szerverén. Milyen TikTok? Mi a fasz? 3-4 lelőve, 7-8. A faszt, Alex. Csak gyakrabban kéne tolni. Kivel beszélgettek? Zsozéval. De én tudtam, hogy Zsozé benne lesz, mert Bolond Pisti kacsingatott amúgy az egyik beszélgetés, vagy majd a lehetőség lesz Zsozéval beszél, mondom, hát ez nem volt elég egyértelmű. Apám is ezt mondta. Kisfiam, soha nem foglak téged elhagyni egyébként egy szál cigért. Megtörtént. Na, deep as fuck. Keresünk aranyat, ha találok. Végül 2 szál lett? De nem az a lényeg! Nem az a lényeg, hogy hány szál lett. Arany. Hát mivel nincsen nálam Fortune. Mondjuk lehet, hogy van nálam Fortune. Most a Fortune 3-as tűnt el nekem egyébként, vagy melyik? Nézzek már szét a könyvek között, mert nem vagyok tisztában.
Azt vágom, Bali, az megvan. Az megvan. Mi volt a pálmal? Nem tudok róla. Hát semmi. Szia, Peti. Köszönök a Göndös Benedek középiskolának. Hát a tanároknak normális fizetést fognak ott adni, meg a 14 éves szaros gyerekek nem akarják elküldeni a halálba amúgy a tanárokat, akkor tuti. Akkor miért is ne? Akkor benne vagyok. Mending loyalty efficiency. Baznak a Fortune sem tűnt el, mi? Ó, te jó ég. Édesanyádnak nem köszönök-e? Hát már köszöntem egy párszor eddig. Na várjál. Szavazz, Dankacsa! Na te kell lesz nekem. Akkor te kell lesz nekem. Tök mindegy, csak valamelyik jöjjön. Mi zúrak? Minden fasza! Jó, akkor őt fogjuk vinni amúgy a falusi trédre. Kellek neked? De hogy kell lesz. Akkor ha adsz Fortune 3-at, akkor kell lesz. Csak is abban az esetben. Abban az esetben egészen biztos. Szétkurtam Alex anyukájának a műanyag spatuláját. Hát hogyha már itt ilyen anyukás felvázolások vannak, akkor én is tudok egy szépet mondani. Amikor tavaly voltam vendeléknél, a teljesen friss, fehér törölközőt úgy bepirosoztam, mint a kurva élet, hogy akkor piros hajam volt, és frissen volt festve. Kaptam egy fehér törölközőt hajmosásra. Na, azt szerintem azóta nem lett leszedve belőle. Szóval általában semmi jó. Geri Mester fala? Ja, az meg a másik. Ja, meg a Geri Mesternek a fala. Még pont említette nekem egyébként, amikor fenn voltam Pesten, mert összefutottam Surival, meg ugye ott volt utána Geri is, meg a barátnője, és az a említette, hogy pont amikor költöztek, amúgy még azt a vörös foltot valahogy le kellett, hogy szedjék. Mindenhol ott hagyom a nyomomat, valami zseniális vagyok egyébként, komolyan mondom. Erre szaladj már! Bazd! Adjál Fortune 3-at. Krisz, köszi a biteket. Te levéreztem, mert megjött? Így van. Nem kell, Vali, nem fogja neked beadni. Kamuka. Azt leraktam be amúgy rendesen? Te nem akarsz kiszakni, mi? Helyes. Egy pillanatot kérek. Na, itt vagyok. Hypixel Bed Wars. Életemben, te nem tudom, én egyszer próbálkoztam Bed Wars-ozni, olyan fos voltam benne, ez valami hihetetlen. Kösz! Köztes! Várjál, viszont ehhez kell a fél lap, mert ki fog szökni. Ehhez viszont fog kelleni a fél lap. Valahova leraktam elvileg. Aha. Ezt valahogy le kell tennem. Komolyan csak egy darabot hoztam. Na így nem fog tudni kiszökni, ha minden igaz. Szép volt. Kötze. Fortune 2! Haladás! Getsz, hallod? Elég gyors. Elég gyorsak vagyunk. Azt kell, hogy mondjam. Nem kell ide Bali segítsége. Kell a francokat. Szólj, ha úgy van. Jó van. Egy percen belül meg vagyok, ne aggódjál. Már volt itt egy Fortune 3-as. A második már megszokta annak a terepét. Egyébként. Na. Aqua affinitás. Nem, fél órát biztos nem fogok ezzel baszakodni. Csak az a baj, hogy ha már aranyat szedek, akkor lehet, hogy sokkal jobban járok egyébként vele. Hátha. Ha már itt már olcsóbítás meg ilyenek. Meg a szigonyt is jó lenne csinálni amúgy, csak az a baj. Efficiency 4 nem is olyan rossz. Az a baj a szigonyfarmnál, hogy valamiért nem működik.
Vagyis szerintem, hogyha Alex-szal egy csánkra beállunk a farmnál, akkor elvileg működnie kéne. Szóval lehet, hogy megkérem Alex fiút, hogy majd jöjjön már velem amúgy a szigony farmhoz. Mert lehet, hogy csak azért nem működik, mert ugyanolyan a rendszere, mint a mob farmnak. Hogyha másik más csánkba van, tehát ha több ember más csánkba van, akkor lehet, hogy nem akar spamnolni egyébként. Mert ugye csak, mert ott akkor csak azt a csánkot szeretné betölteni amúgy. Meg ilyenek. Szóval lehet egyébként, hogy annak az a baja. Szia Ákos, hello mindenki, akik most jött, sziasztok. Remélem mindenki jól van, meg ilyen dolgok. Képzeljétek el, szituáció halmaz. Holnapra próbálom már tényleg, tehát az a baj, hogy ma nem tudtam sajnos kirakni, mert nem volt elég időm rá. Viszont holnap kikerül az SMP olimpiának a vágott cucca főcsatornára, illetve szombaton 12 órás, 11-től este 11-ig, és csak HC lesz. Csak HC-zni fogunk. Az lesz a tax. Mert nyomom a Nether Void-ot, nyilván lehet majd mellett a zenét küldeni, meg ilyenek. Szóval picit egyébként szórakoztatóbb is lesz majd a tartalom. Megpróbálom szórakoztatóbbá tenni. Minden játékosnak egy csánkba kell lenni, akkor valószínűleg az a baj. Valószínűleg az volt a baj eddig. A Anna már nem SMP-tag. Forcsa 3! Mi a szar? Gyors volt. Végül úgy voltunk vele, hogy na inkább így sok értelme nincsen. Na ez gyors volt, csak trédelni kéne egy-egy gyorsan. Ne szopasson már rá, pedig mondtad, hogy még szándékosan készülsz is a szombati napra. Hát még 44-ért eléggé fos. Még Fortune 3, tehát 3-as szintet azt hogy adja? Mi? Várj. Sok hűha semmiért. De várjál, mi? Ó, édes faszom! De nem néztem meg Isten, nagyon össze-vissza vagyok, geci. Azt a kurva eget. Nem tudta? Szép volt. Bazd meg, mekkora hülye vagyok, ember. Nagyon nem vagyok ma a helyzet magaslatán, azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, mi a halál van velem. Na mindegy, ne törődj vele. Engedd el a gyászba. Erre csak én vagyok képes. De ez a mai nap egy 3 ilyen jelenetem volt egyébként. Azt a mocskos. Szerveren elvesznek az utcaim? Semmi. Semmi nem vészel. Nekem is az achievementek is ugyanúgy megmaradtak. Mármint HC-n. Tök fölöslegesen mutattam itt most SMP-be. De ja, amúgy nem vészel semmi, én is attól féltem amúgy, mivel ugye nem Kartasz néven van ugye a Mojang fiókon már, hanem ugye Kartasz valamilyen taggel, mert ugye már Microsoftos. Attól féltem, hogy nem fogja beadni az achievementet, de úgy, hogy Kartasz néven vagyok, szóval nincs baj. Abszolút nincs baj. Lucky tag lett végül, vagy nop? Ezt kurva sokan kérdezitek egyébként. De miért? Várjál. Tehát, hogy így... Ez annyian megkérdeztetek az utóbbi 24 órából, hogy ő most állandó tag vagy nem tag, hogy most inkább ráírtam DC-re és megkérdeztem egyébként, hogy így majd mondja már el, hogy most akkor állandó tag vagy sem, most már én is tudom eldönteni. Attól függetlenül, hogy ma ezt már rég megbeszéltük, hogy igen. Csak akkor legalább legyen valami hangalapú bizonyíték. Vagy mit tudom én. De nem utalgattam, mert konkrétan meg volt beszélve. Ember, ne idegesítsél. Ráírtam Discordon inkább. De nem mondtam, hogy nem. Ki mondta, hogy nem? Nem. Volt egy hülye, aki leírt a comment szekciójából, hogy én azt mondtam, hogy nem. Amikor te megkérdezted, ugye? Azt én is láttam, de miért mondtam volna, hogy nem? Te ki a faszom mondott ilyet? Én nem értem. Tiszta bolondok az emberek. Esküszöm. De miért mondtam volna ilyet? Most nem tudom. De még jó, hogy nekem nem írta ezt, érted? Szóval nem tudom komolyan. Durva. Valami biztos, hogy van.
Tehát, hogy Perki úgy írta saját magánál, hogy pár részt csinál az SMP-ből, de valószínűleg lesz rá igény nála, ezért szerintem majd úgyis többet lesz. De ettől függetlenül állandó tagok. Érted? Nem élete végéig tartó szerződés van írva. Érted? Meg semmilyen szerződés. Hanem hogyha már úgy van vele az ember, hogy már nem tud lenni, meg ilyenek, akkor azt mondja, hogy nem tud lenni, az csá. Érted? Hát itt semmi ilyesmiről nincsen szó. Tehát én nem is értem a logikát, emberek. Én azt nem értem, tehát az a baj, érted, hogyha valaki szerint én mondok valamit, akkor én szerintem egy mocskos rasszista ember lennék, mert hogy én biztos mondtam olyat, amit egyébként tökre nem mondtam. Hát mi a fene? Nem, Bennyre rá se írtam. Atya úristen ember. Jó, inkább nem mondjatok semmit, komolyan. Léci, nem mondjatok semmit. Nem, Benny tervbe volt, hogy ő is jön olimpiára, de nem írtam rá végül. Atya úristen emberek, ne hozzatok össze semmit, mert nincs értelme. Atya úristen. Fáj a lelkemnek ezeket olvasni amúgy, de most ezt tényleg viccen kívül mondom. Tyson cringe. Egy emberre írtam eddig összesen, aki még nem válaszolt. Ennyi. De neki sem mondom meg a nevét, mert a végén már tényleg itt mindenféle összeesküvés elmélet lesz. Ne tegyétek ezt velem, Léci. Ne tegyétek! Mindenekben vagyok, geci. Na. Kell egy Fortune 3. És mivel van Fortune 3-om, akkor vegyünk egyet. Szintem is van hozzá. Nem tudják! Ja, de egy emberre már ráírtam, szóval az majd attól függ, hogy meg kapok-e rá választ. Bocs, hogy nem írtam vissza sok a dolgom. Semmi baj, de azért Léci, jelez már vissza Instagramon. Ne egyél meg, geci. Semmi baj, Jenny, csak te is ír már vissza Instagramon, Léci. Legyetek már oly kedvesek. Egyébként. Meg ilyenek. Keverik a kagát! Keverjétek a kagát! Na, és akkor van egy Unbreaking 3 Mending. Jön egy Fortune 3. És talán jöhet még egy Efficiency is. De az majd ráér. Menjünk aranyat szedni, Dilók. Menjünk bolond aranyat szedni. Nem tetszik nekem ez az SMP? Meg se hívnálak, szarzsák! Na, várj egyébként. Kellene fákja. Így már jó. Tegnap is már valaki fel akart menni. Egyébként, amúgy, tehát egyébként én sosem mondtam ezt nagyon. Tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy nem tudsz feljönni, hanem eddig nem mondtam el az IP-t. Tehát itt igazából csak ezzel van a baj, hogy én eddig nem mondtam el az IP-t. Tehát, hogyha gondoljátok amúgy, ugye a szerkesztésnél látni fogjátok egyébként az IP-t, ha gondoljátok amúgy, gyertek fel, lokál host néven megtaláljátok a szervert. Tehát is semmi para, semmi extra. Tehát ugye 1.17, a whitelist az le van véve, és akkor igazából bárki fel tud jönni. Lokál host néven, szóval nyugodtan. Ez ilyen egyedi IP. Ez egy egyedi IP, semmi extra. Ez egy egyedi IP. Dinamik világítás ki van kapcsolva? Yes. Ja, eredeti MC kell! Igen, bocsánat, az eredeti MC az kell. Igen. Alexnak is működik. Logolok is. Gyere már, Birdie. Gyere, Birdie. Gyere, Birdie. Várjál. És fenn van Birdie! PogChamp! Úristen, fenn van Birdie! Birdie is fent van! Pogu! Atya úristen! Még egy szárnyas. Ennyi, a világon nincsen emberek, te jó ég. Na. Zsaljunk fel. Amúgy nem itt volt az arany? Én nem hiszem el, hogy valaki odaírja, hogy megpróbált, de nem sikerült. Legyetek, hogy kedvesek, ezt nem akarom elhinni. Inkább nyomkodjátok a G2 állinket éjfélig. 2 percenként, váltott sorba. 8 böngészőn keresztül. Legyen ez. Nyomkodjátok inkább. Ez is feljött, mi a fasz? Lokálhoz csak nagy embereknek működik, hogy havi 2 milliót keres a Twitchből? Hogy a faszba vagyok fent? De itt volt az arany valahol, nem? Majd többet kellett, hogy menjek.
Na? Hol az aranyam, Getz? Azért is tettem Fortune 3-ot a csákányra, hogy többet tudja kiszedni amúgy az aranyból. Nem itt volt? Itt volt valahol fent, de lehet csak hülye vagyok és nem vettem észre. Menjünk így egyesével, úgyis megtalálom. Háromszor mentél el mellette? Az biztos. Most lesz a negyedik. Ha velem szemben lesz egy izé, egy zúzatkő, akkor valószínűleg mellette van balra, bár már úgyis észrevenném, hogyha így nézem. Nem ez volt? Nem. Megoldom, nyuga. Nagy ellenlokához ott kicsi minden. Zsír. Hát ebből is egyet kapok. Hát ennek semmi értelme nem volt. Hat IP. Na. És fel vagyok a másodikon, csak le ne ugorj, Jenny. Isten ments, csak le ne ugorj. Bam 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 bam. Aha. Nem biztos, hogy szeretném amúgy ezt. Ne folj tovább! Ne tedd ezt! Várj! Mi? Most eltűnt? Kösz. Így már sokkal jobb a helyzet. Hát akkor itt tök fölöslegesen megyünk. Menjünk itt egyet tovább. Hát ha. Annyi, nincs nálam efficiency. Ez most mellékes. És annyira most nem érdekel. Mindenkit kitörölnek. Csúnya gonosz modikák, tönkre tesznek itt mindent, kajak. Ja, kell egy boron aranybánya. Az menne a legjobbat. A páncélzat még annyira nem is fontos, hogy ezt visszaszerezzem, legalább így a gyorsan szedő eszközöket. Az is jobban járok egy picit. Ó, kösz! Kösz az aranyat. Ne. Nyugi. Ah! De beszartam, te jó ég ember. Ne tedd ezt velem, meg fogok dögleni. Most ezt hogy szedjem ki? De ez nem jön össze? Kiszedem felette? Ószt jóság van. Így már jó lesz. Ne, meg vagyok! Szedek egy pár aranyat. Megpróbálom olcsóbbítani a dolgokat, amennyire tudom. Itt eléggé keresztbe ütnék amúgy, szóval még várok ezzel. Így jó lesz. A vas nem érdekel. A vas az a szegények aranya. Kösz. Ó, arany! Ott van. Hát, ha többet szedünk össze egyébként. 45? Majdnem van egy stackünk. Ez is van vasfarmod? A szerveren nincsen. Gyémánt! Még kell a francnak. De legalább kiszedem. Szedjük ki, méne. Puta fos gyémánt. Anyámnak se kell. Na. Szerencse 2? Mi? 3-ason van. Fortune 3-on van. Ne szédíts. Mert rendes megijedtem amúgy. Főleg úgy, hogy kiszedtem a Fortune 3-at, úgy, hogy volt mellette egy másik Fortune 3. Hát Norbert ma kibaszott hülye egyébként. Az a baj. De eskü nem szándékos. Vállalok gyerek zsúrokat? Ja, a közös Minecraft a gyerkőcökkel. Hogyne. Hogyne, nyitunk egy LAN partit, mindenki jöhet fel az SMP szerverre. Természetesen.
Mert annak aztán végtelen értelme van. Ilyen fellépéseket, mint a Kassa Tibi. Nem? Nekem is ilyeneket kéne csinálni. Valaki ilyen Minecraftos találkozóra megy, valaki fellépésre. Nekem így a kettő között kellene valahol lerakadnom, érted? Csimóta SMP. Felmegyek egy nagy színpadra, egy ilyen mit tudom, lamparti közepére, azt így izé, mehet az SMP. Ez így van, fantasy, ez pontosan így van. Fuda utálom az ilyet egyébként. Az összeset is egyébként ki fogja velem szedetni a játék. Véletlenül jössz vagy jöttök Debrecenbe, akkor játszizunk? Hát semmiféleképpen nem tudok lemenni Debrecenbe, max fel. Másrészt meg egyébként legalább visszakapom a fülhallgatót. Működik még legalább? Még nem, mintha nagyon használtam volna eddig egyébként. Én nem nagyon mozdulok ki, úgyhogy ezt felvegyem. Kartasz lefizetett, hogy mindig írjam, hogy felkértél G2A? Hát, sokba kerültél egyébként ezzel kapcsolatban. De ha valaki egyébként ingyen munkaerő szeretne lenni, a felkértél G2A felírása véget egyébként, akkor azt is meg tudja tenni. Szóval nagyon szépen köszönöm mindenki nevében. Nagyon kedvesek vagytok. Na. Na, az nem fog kelleni. Speedes ember? A faszomat, hagyjatok a speeddel. Elég volt nekem a tegnapit átszenvedni. Nyilván mondhatni az én fasságom, hát most igazából nem az én fasságom. 4,5 óra alatt kaptunk egy gyros pita nélkül. Az megvan? 4,5 óra alatt. Szóval egész jó kis kajarendelés volt, ezt kell, hogy mondjam. Ráment az egész kibaszott napunk. Vagyis esténk pontosabban. Hát ott nem lesz semmi. Nagyon komoly. Hát 3 óra volt ugye a gyrosz, amiben nem volt egyébként pita. Utána pedig, mivel nem vették fel 10-szer a telefont, 10-szer, szó szerint 10-szer, le is van nekem screenshotolva. Ezért rendeltem még mellette sült krumplit, amiben odaírtam megjegyzésként, ha már nem veszik fel a telefon, szeretném kérni a pitát mellette, amit nem kaptunk meg. Ráadásul hideg volt a gyrosz. És megkaptuk a sült krumplit 1,5 óra alatt. Tehát 18-20-kor adtam fel a rendelést. A második rendelésnél a krumpli, az 23 óra 10-kor jött meg körülbelül. Jó, túlzok. 22-40-kor. Egy olyan 22-40-kor jött meg. És igazából ennyi. És azt is hidegen kaptuk meg, pita nélkül. Úgyhogy a megjegyzést nem nézték meg, mert a blokkon nem szerepelt. És elment 4000 forint a semmire. Anyuk pitáját? Az biztos? Ingyen kellene lennie? A faszt! Nem lett ingyen. Nem, én nem reklamáltam. Én esküszöm, nem reklamáltam semmit, csak nagy a szám jelenleg, érted? De hogy ott nem szóltam be semmit, a futárnak se szóltam be. Túlzott a hülye, tehát nem tudom. Túlzásban viszont ezt a hülye kedvességnek nevezett valamit. Vagy ezt az empátiát, hogy így valószínűleg valami miatt biztos, hogy lehetett cink, és úgy nem akarok senkit hibáztatni. Hát én szóltam volna, hogy a pitát csak kaptuk meg, bassza meg, de nem vették fel azt a kurva telefont. 10 alkalom után. Se. És még a krumpli is hideg volt, amit utólag rendeltem. Mert úgy voltam vele, hogy ha már a krumpli kihűlt, kvázi szottyat szar, akkor rendelek külön, csak azért, hogy hát ha a pitát is megkapom, és hát ha a krumpli is meleg lesz. Na, kibaszott hideg krumplit kaptunk meg egyébként 1,5 óra alatt. Na mindegy. Fós az egész, azt kell, hogy mondjam. És meg is jött a Twitch pénz! Kösz szépen mindenkinek a figyelmet, megkaptam a mai Twitch pénzemet, húzzak a faszba, sziasztok! Csá mindenkinek, szavaztok, hello! Nem, de kajak, most jött meg a Twitch pénz. Na, most kaptam az e-mailt. Képzeljétek el! Én nem tudtam egyébként azt, hogy a bevétel korrekciós ösztönző az ad plusz pénzt. Mert ugye volt erről szó, hogy mivel a szabok olcsók, ezért ugye van ilyen bevételkorrekciós ösztönző, amire azt jelzi, hogy bizonyos óraszámot kell lestreamelni, és ha azok a feltételek megvannak, akkor pótolja a Twitch az adott bevételt, ami alól te kiesnél, azért, mert olcsóbb lett a feliratkozás. És kaptam pluszt! Képzeljétek el! Mi a fasz? Kaptam pluszt! És én azt hittem, hogy ez csak ösztönző, hogyha lestreameled az átlag óra a streamedet, akkor nagyjából ennyi pénzre számolhatsz. És azt hiszem, ez nem fog pluszt adni, és adott. Most is néztem egyébként, és azt a pluszt beleszámolták. Nem tudom, hogy ez pluszt ad.
Nem. Ma megyek egyébként boltba és főzök, mert kell pár dolgot vennem amúgy is boltba. Tehát, hogy semmiféleképpen nem rendelek, főleg a tegnapi után. De mondom, én azt hittem egyébként, hogy ez csak random izé. Random ilyen ösztönző, és akkor mit tudom én. Számolj ennyi óra streamel, és akkor valószínűleg meg is kapod. De ha jól néztem egyébként, az annyi is volt, amennyi. Mindjárt megnézem. Mit főzök ma? Néztem valami... Várj csak. Aha, ki lett pótolva. Kurva jók vagyunk, chat. Zsír. Csak úgy néztem, hogy ha az óraszámot nem haladod meg, meg többet kapsz az előző hónaphoz képest, akkor nem pótolja ki neked a Twitch elvileg. Ha minden igaz. Valami csirekes, húsos dit akarok amúgy csinálni. Mert könnyen elkészíthető, meg nem kell vele sokat baszakodni. Egyébként. Szerintem azzal én így bőven meg vagyok elégedve. Szia, Fre! Mi a helyzet? Még striciklizni? Jó striciklizést! Nyomod. A krumplira várni kellett, mert meg kellett építeni a 20 perces krumpli farmot is. Az biztos? Az lehetséges. Nem, de tényleg, én csak elmeséltem ezt, ami velem történt, de igazából egyébként nem akartam annyira rinyálni. Ott rinyáltam inkább streambe. Kíváncsi ezek az új iPhone-ra, a külsejét láttam, hogy lesz egy terabyte a Pro modellekből. Tehát, hogy az a kamera, aminek egyébként ilyen a sarkába, a jobb felső meg a bal alsóba tesznek kamerát, és az lesz az új? Elvileg? Nem tervezek telefon cserélni egyébként. De hogy ja. A sima? Nem tudom. Engem csak az érdekelne ebbe az eseményből, hogyha kijön az iOS 15, akkor az mit ad, meg mikor hagyják ki a teljes verziót. Tehát, hogy így. Engem csak ez érdekel. Annyira az ilyen új modellek nem igazán érdekelnek. Nekem elég az, ami nekem van. Nem tervezek újra váltani. De mikor lesz az esemény egyébként? Ezt valaki meg tudja mondani? Az Alma esemény? Notch nem lesz! Legyen már notch! Úgy megszoktam már egyébként az újabb iPhone-okon. Nem lesz notch az iPhone-on? Ne basz már! Ne csináld már! Ú, de furán néz majd ki. Jaj, hogy akkora nem lesz. Jaj, kisebb lesz a notch. Hoppá. Na erre esküd kíváncsi vagyok. Nem tudom, hozzá vagyok szokva ez az alap notchhoz egyébként, amit egyébként az Alma biztosít. Na, azt már égeti jó. Maradék vas az mehet. A diamond az nem kell, az mehet ide. Szóval csinálom majd aranyalmákat. 7 órakor? Az fasza. Páncs hol lesz? Az a kis karika? Az ilyen kis... Hogy szokták mondani, hogy csepp alakú nocs? Balin, miért van sapka? Hát kérdezz meg tőle. Hát jó ég, honnan tudjam? Pénteken meg lehet is előrendelni? Na, hajrá hozzá. A csepp, aminél belúg a fekete. Aha. A jobb, tehát az ilyen izé, az ilyen sarokban lévő. Elnézést. Úristen, kaptam TikTok-os szponzit! Most kaptam az értesítést, amit néztem. Get TikTok kellette, boy! Ráadásul eléggé neves lófaszt. Menj már a faszba! Ott is hagyom a Twitch-et a rákba, megyünk TikTokernek. Megyünk TikTokernek. Lehet sokkal jobban megéri. Ja, hogy ilyen lesz a notch-a a telefonnak. Jó, ezéként... de fura az a mikrofon kiállás ott. De fura. Ez hogy néz ki? Ez lehet, hogy csak szarul lett odarakva? Szerintem csak szarul lett odarakva. Atya úristen. Babam.
Ez, ja, hát nem fix, azért mondom, hogy valószínűleg egyébként ezek csak ilyen izé, ez ilyen spekulatív fotók. Spekulatív fotók. Vagy nem tudom, minek szokás ezt nevezni, de valószínűleg ilyesmi. Hát ha, jó, hangszóró, bocs már, igazad van. Szóval nem mikrofon, hangszóró. Bocs, én hülyeségem. TikTok szerintem nem jó. Hát figyelj, szerintem se, de nem tudom, miért követ ott annyi ember. Ötletem sincsen. Túl sokan vannak azon a platformon. 14. De 14-ről nem is volt szó. Nem is volt szó 14-ről. Vagy most már lesz? Ú, ez a kamera, ha nem lesz olyan kiállós, az rendes tetszik. De azt a notch vonalat miért hagynák el? És amúgy a hangerőszabályzó miért karika lenne? Miért lépne meg ilyen fasságot az alma amúgy? Miért lépne meg ilyen hülyeséget, hogy ilyen, tehát ilyen gombos a hangerőszabályzó? Ez ki a fosom szokott hozzá? iPhone 4 mintájára. Ez érdekes. Ha lesz ilyen esetleg. Hülye, ez amúgy rendes érdekes szucs. Már ha ez valóban amúgy lesz majd. Hát majd kiderül. Alma. Hát elvileg amúgy iPhone telefon leak, az más kérdés egyébként, hogy ennek lesz-e valami valóság alapja. Ez már csak azon múlik persze. Azért követ annyi embert, hogy geci vicces vagy. De faszom, hát hallod? Tényleg most néztem meg, mert látom, hogy valaki írt Instagramon, tudod, rámegyek. Szóval elizé, TikTok szponzi meg ilyenek. Mi az Isten? Nem is vicces. Amúgy tényleg nem vagyok vicces. Szevasz Zoli amúgy. Öncsa. Na. Na várjál csak. Mending, loyalty, efficiency. Mit akartam olcsóbbítani? Az efficiency-t, ugye? Efficiency-t akartam olcsóbbítani. A Fortune 3-at se ártana egyébként. Pepepepepe. Ez nem az. Hol van az efficiency-m? Öld meg, csira. Kösz. Szevasz, Paulus, de jók a videóid. Kösz szépen. Kösz szépen. Jobban vagy, Zoli, amúgy? Múltkor ugye, amikor beszéltük ezt a cuccost. Nekem a hangom még mindig ilyen szó-szó, de legalább már nem kölgök szinte semmit. Szóval, igazából ennyi. Kész van a tésztás gombás szószos spagetti, hogy hús nélkül van. Miért van hús nélkül? Ezt magyarázd már meg. Na, adom Zoli. Jöhetnél egyet SMP-zni. Na, egyébként meg olcsóbítsuk ezt a csodát. Hogy azt nem tudom. Tehát ez adja az Unbreaking 3-at, tehát ezt fölösleges olcsóbítanom. De ez is Unbreaking 3-at ad. Ó, faszom. Mindegy. Dobjuk rá, meg olcsóbítsuk akkor ezt most egyesével. Ezt megnézzük, hogy mennyit ad maximum. 35-ről, ha jól láttam? Ez miért sebez 3 szívet? Emberek? Az miért sebez 3 szívet? Ez csak egy zombi. Mármint, hogy érted, alig van amúgy durva armorom, de hogy ez csak egy zombi. Technikailag nem kéne 3 szívet sebeznie. Weakness strongot. Bazd meg, tényleg! Jó, jog, hülye vagyok, bocsi, igazad van. Igen, mert igen, tehát a gyengeség a zombinak erősséget ad. Nem az a Withernél van, már ez zombinál is? Lehet. Vagy csak rajtam van a gyengeség effekt. De várj, most is 3-at sebez. Aha. Lehet, hogy az amiatt. Ups. Minden undeadnél így van. Kapják be. Úgy 35-ért voltam, hogy a cuccos, ha jól emlékszem. Elvileg. Az benne van a pakliban. Ez mi az Isten amúgy? Egy fél pillanatot kérek. Mondnám, hogy nem jött meg a 8000, azért telefonozok egyébként, de semmi ilyesmi.
Na. Milyen szponzit kaptam TikTokon? Ja nem mondom, mert nem tudom még, hogy egyáltalán mi ez. De amúgy elég neves. Most kaptam vissza Insta. Story, vagy Instán, aztán mondom, mi a fasz. Erre választottam gyorsan, hogy ne felejtsem el. Mert az, hogy mindig jön valami kibaszott megkeresés, és baszok válaszolni. Tudod, streamben mindig mondom, hogy van valami, azt állandóan elfelejtek ezekre válaszolni. Ott is van a Fornetti. Ey, jó! Fornetti check! Hát természetesen. Nem Fornetti semmi ilyesmi. Nem Fornetti, csak az a baj, addig nem akarok ilyeneket mondani, amíg ténylegesen ugye nem történt semmi. Verem a faszom a zsanér közé, mert lassan hidat építek. Így áll főnök, kiszáradsz, kösz szépen. Mondani akartam Balinak, hogy izé, hogy menjek-e veled, aztán leesett basszus, hogy izé, hogy így, totálisan nekem már csak alig van időm az SMP-ből. Várjál már téged ilyen sokan néznek azon a szaron. Igen, bazd meg, de hogy miért, ezt ne kérdezd. Ötletem sincsen, ember. Én sem értem a logikát benne. Én sem értem a logikát, de bazd meg, 305 000. Jó, az 50 az annyira nem, 80, 108, ez a 923 ezres, ez viszont azért, mert ez szerintem a külföldi forjú is felkapta. Ez szerintem külföldi forjú, ezt nem hiszem el, hogy ez 923 itthoni közegbe. Ez biztos, hogy külföldi. 206, 436, 180, 666, 652, vannak itt jó cuccok egyébként, 632, nem rosszak egyébként, tehát annyira fos nem csinálok szerintem. Annyira fos szerintem nem csinálok. 28-et adja az efficiency-otot. Jó, próbáljuk meg újra. Ad nekem a lehető legolcsóbban. Próbáljunk meg még egyet, ez egy. Meg vagyunk, gyors volt? És ez megint hármat fog sebezni? Nem, a weakness poti miatt. Jó. Akkor erre rájöttünk közben. A dinnyi és az mi? Ne akar tudni. De én csak ilyen fasságokat csinálok egyébként erre az egészre. mondnám, hogy nem élvezem, hogy mondjam, szóval nem mondom, hogy nem élvezem, tehát ne értsd félre, mert amúgy szeretek faszkodni az interneten, és a TikTok az sajnos tényleg erre van, hogy faszkodjon az ember, de hogy így néha mindig elgondolkozok azon, hogy ez amúgy egyáltalán nekem megéri, vagy nem éri meg. Hát mondjuk a Gálikból is húztak egy brandet egyébként, Amire egyébként én mondjuk pár évvel ezelőtt nem gondoltam volna, de most mondjuk, hogy mondjam, szóval ott tényleg a faszkodás a lényeg, meg tényleg annyi ember van amúgy, hogy esélytelen, hogy ne fogd meg a saját közösségedet. Tehát ott tényleg esélytelen, hogy ez ne legyen meg. Mutatja az effektet a zombi, mikor erő van rajta? Ja igen, mert akkor itt át is változtatja a particle-t pirosra, ugye? Mert amíg a sima weakness ott például szürke volt a másik falusinál. De nem azért, hogy megéri, mert hogy mondom, tehát nekem a TikTok az azért is ment elsősorban, mert hogy én hogy mondjam, tehát én annó tavaly azért csináltam, mert ugye rengetegen csináltak a nevemben ugye profilt. Meg ugye bejelölt, meg ugye tettek fel videót, ugye. És például nekem csináltak kamu profilt is, ugye azért, hogy kitegyék ezt. Nyilván nem lejáratás céljából, csak ugye megtekintés céljából. És én azért is csináltam tavaly, mert úgy mondtam, hogy hát akkor legyen már egy eredeti, hogy akkor ténylegesen tudják, hogy akkor van egy eredeti profil, érted? Szóval... nem tudom. Igazából én ehhez mindig úgy álltam hozzá, hogy ez a mérne. Meg például nekem anno, tehát például tavaly, mármint az évelei hónapjaim, azok nekem nagyon szarok voltak. Nyilván emlékeztek is egy jó páran, hogy nekem a januártól márciusig tartó hónapom az annyiból állt, hogy felültem, tehát felkeltem, leültem streamelni, végeztem a streammel, befeküdtem az ágyba és fenn voltam hajnalokig. Én nem csináltam semmit. Én a hálószobámban voltam beragadva gyakorlatilag 3 hónapon keresztül, mert nem akartam kimenni a lakásból, nem éreztem, céltalannak éreztem az életemet, nyilvánvalóan történt események miatt. Tehát, hogy ha leültem streamelni, persze, mert nem mindig ültem le streamelni. Volt, amikor 5 napot hagytam ki zsinórba, tehát nekem nagyon hanyagok voltak a mindennapjaim, és akkor úgy gondoltam, hogy elkezdek fasságból tiktokozni. Ugye, amikor nyilván nem streamelek, meg ilyenek. Tehát, hogy nekem ott a lelkiállapotom az nagyon szar volt.
igazából. Tehát nekem tényleg úgy volt, itt voltam a szobában, egyetlen egy hasznos dolgot csináltam, vettem egy ágykeretet, azt összeraktam, azt is nagy nehezen. De nekem közel nem volt annyira akkor stabilak a mindennapja, mint például jelenleg. És például az is egy olyan része, hogy amiatt is például elkezdtem. Amúgy. 7 órás ikaja? Úristen, hogy lehet így beszabályozni az étkezésed? Nekem tökre nem benne. Tehát, hogy fura. Nekem ez tökre nem benne. Na. Szia Raymond amúgy. Megnézem még ezt az olcsóbítást egyébként, aztán nem húzom tovább a dolgokat. Már én se. De igazából annyit csinálok, hogy nem tudná, hogy most miért itt össze-vissza patolok amúgy a szerverem. Mert ugye nekem valamelyik offstream eltűnt az összes cuccom. Tehát úgy, hogy meghaltam, megpróbáltam visszamenni, ért úgy eltűnt minden. És egy kicsit a falusiakkal próbálom ezt így visszaállítani. Megkaptam egy csodálatos G2 állógót. Felkétel G2 áll, köszi szépen, hello. Szóval nyilván ez is benne van. Szóval ez is. Fekete G2 elkezdik. Meg még amúgy a sima bázisnál van egy sima logó. Azt majd felgyújtom a rákba. 28. Az előbb mennyiért volt az efficiency, azt valaki tudja? Bassza meg, 20 valamennyiért volt ugyanúgy. Szóval ez nem lett olcsóbítva semmivel, mi? Tehát, hogy ember? Semmivel nem lett olcsóbb. Mi a fasznak csináltam akkor, te jó ég? Tudod mi az éjszakás héten? Leszállok céges busz, utána kondi, hazaérek, kis reggeli fürdés, és 11-kor kell is enni, 3-kor kell lenni, meg 7-kor természetesen. Te mi az Isten csinálsz? Hazaérek, reggeli fürdés, 11-kor kell is enni, 3-kor. De egyébként így tudod is, be is tudod osztani így a mindennapodat éjszakásként? Egyszer tudom olcsóbbítani. Ezt már megcsináltam egy párszor. Na mindegy. Lehet, hogy ezek miatt nem engedi már, mert ezek meg már egyért adják, és akkor ezt meg nem tudod jobban olcsóbbítani? Lehetséges amúgy. Tényleg ötletem sincsen. Én azt hittem, hogy többször is lehet. Mert hogy eddig biztos, hogy lehetett többször. Az, hogy most mi a fos van, ez a fos meg a fasznak volt egyébként az egy ilyen kapocsa. Tehát ez ilyen közös volt. Tehát a fa... Hogy mondtam? Hát fas, ugyebár. Fosz. Fosz vagy fas? El kell dönteni. Kettő az egyben. Na mindegy. Nem nagyon sikerült egyébként, de korábban amúgy ezt lehetett. Megvan gajdulva ez a hülye szerver. Megvan gajdulva ez a hülye szerver. Az a helyzet. Na, még visszazsolunk a bázisra, aztán... Aztán ennyi volt a történés mára. Majd Bali fiúra nyomok egy hostot egyébként, mit szóltok hozzá. Utána pedig, ugye mivel holnap szerda, ma van KED. Holnap szerda, nyomjuk tovább a HC-t, az az első teendő. És szerintem egy 4 óra akkor, hogyha be tudom fejezni a vágást, akkor... mondjad már. Tehát ha be tudom fejezni a vágást, akkor holnapi nap 4 órakor fogom majd premierbe mutatni az SMP olimpiának a vágott összefoglalóját. Nyilván rakott már ki Bali is videót erről, Lucky is rakott ki videót, de úgy érzem, hogy egyébként ha már kart az SMP bassza meg, akkor rakjak már ki én is. Szóval majd fogok ezzel foglalkozni, csak azban, hogy 5-6 percig tudtam csinálni. Mármint, hogy 5-6 percnél tart jelenleg a videó, nem tudtam folytatni sajnos ma már. Rendben, Birdy, vigyázz magadra, jó utat, aztán majd élményekkel számolj be a mindennapi képek szobába. Ti is vigyázzatok magatokra, jók legyetek meg ilyenek, jó pihenést. Jók legyetek meg ilyenek. Oksalt ez. Lucky szokott játszani? Olimpián volt, meg elvileg ezen a héten lesz. Ha minden igaz. És van valami összebeszélése valakivel, de ja. Jó, Pigit, ugyebár. Ja, Isten. Maradék G2-ásat felgyújtom a bázisnál maximum, mert az a baj, hogy azért is raktam át a sima, tehát azért raktam át az én bázisomra, mert az a baj, hogyha például valakit járkál, azt a pofájába belelúg egy G2-vel úgy, hogy köze nincs hozzá, ennek mondjuk sok értelme úgy nincsen igazából. Mi?
Jó, hogy ezek még az aljára is raktak. Mi az Isten, ember? Azt hogy hoztad össze? Atya úristen. Ott kaptunk még az aljára is egyet. Zseni. Na kapjuk szét. Azt kidobjuk a kukába. Úristen, mennyi képkeret. Csak hogy lagoljon a szerver egy csodásat. Jól vagyok, köszi a kérdést. Köhögni már kevésbé köhögök. Tervezem én is a hetemet, tök jól alakul minden egyébként. Viccen kívül. Mondjuk a képkeretet nem szeretném kidobni, egy mód van rá. Az maradjon már meg. Térképe kidobás gósz, brr. Jó van. Megvan minden? Eltűntetem itt a csúnya promóciókat egyébként a szerverem. Így szponzoráljon téged az ember? Hát de jó, de másnak ne szúrja már ki a szemét, érted? Másnak ne szúrja ki a szemét ettől függetlenül. Mérj is meg a gyémáncet, mert megdöglöttem. Ezt megmutathatom, ha gondoljátok, hogy hogy. Majd hogyha nem tudjátok, hogy hogy haltam meg esetleg, azt meg tudom mutatni. Sosem vágytam tovább tanulni, de hogy nem. Figyelj, gondolatban mindig benne volt az, hogy tovább tanuljak, de... Ugye úgy, hogy nyilván az érettségim átlaga sem lett a legjobb egy továbbtanuláshoz. Másrészt meg egyébként úgy is alakultak a dolgok, hogy én megpróbálom tudni a streamelést. Ugye én akkor már tényleg már vagy 4 éve toltam ezt az egészet. Úgy voltam vele, hogy végeztem az érettségivel, mondtam anyámnak, hogy figyelj anyu, évvégéig megpróbálom a streamelést, lesz ami lesz. Nem jön össze ez decemberre, akkor max továbbtanulok, vagy dolgozok valahol szakmámba, vagy bármi. Tehát, hogy nyilvánvalóan ott már úgy jött össze a dolog, hogy ott már fel kellett vennem ugye a katát, mint egyéni vállalkozást, és ugye amikor már év vége volt, akkor már láttam a számokon, hogy akkor csináljuk ezt, miért is ne. Szóval igazából gondolkoztam én is ezen. Nekem az volt egyébként eredetileg a tervem, hogyha nem ment volna tovább a streamelés, nyilván közel nem lenne ilyen az életem, mint most. Igazából. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy nekem az lett volna a taxom, lerakom az érettségit, olyanra, amilyenre tök mindegy. Vártam volna egy évet, addig dolgoztam volna, vagy max pihenek, nem tudom, pihenek, értök mindegy. Vártam volna egy évet, és utána vágtam volna neki az érettségimnek a javításába. Tehát, hogy ugye kiavítsam az érettségimet, hogy jobb legyen. És utána jelentkeztem volna valahova. De most az, hogy most hova jelentkeztem volna, az mit fogalmam sincsen. Nyilván szakmailag meg lett volna például a szakácsszakmát, ugye tudtam volna tolni, csak nem szeretnék vendéglátásba dolgozni, mert dolgoztam benne eleget. Tehát, hogy így nem szívesen toltam volna. Ja, milyen irányba mentem volna? Hát egyetemre, nem tudom, figyelj, családban senki nem végzett még egyetemet, meg senki nem járt még egyetemre. Tehát, hogy én nem ilyen családból származom, nálunk fontosabb volt az, hogy iskola után, a legminimálisabb iskola után elmenj dolgozni, mert nem volt más választás. Tehát én nem egy jó anyagi hátterű családból származom, én ezt rengetegszer mondtam már, és büszkén fel is vállalom egyébként. Tehát, hogy nekem az volt a taxom, mondtam anyámnak, hogy megpróbálom ezt, aztán lesz, ami lesz. Anyám azt mondta, te életed, azt csinálsz vele, amit szeretnél. Nyilván besegítettem neki egyébként az otthoni dolgokba, és utána pedig, miután láttam, hogy jól megy ez az egész, segítettem a cuccosba, utána pedig én meg elköltöztem otthonról. És akkor most élek igazából így. Hát már nem egyedül, de nagyon sokáig egyébként úgymond, tehát, hogy szerződés szerinti egyedül, úgymond. Tehát azért is mondom, hogy nem tudom, milyen irányba mentem volna. Én is lettem volna az első egyetemista szerintem a családba, szóval nem tudom, milyen irányba mentem volna. Az sem biztos egyébként, hogy tanultam volna tovább. Nem tudom egyébként, hogy mostani gondolkodásmóddal mit tennék. Vagy az akkorival, mert szerintem nagyon sokat változtatott az én szemszögemből is a streamelés. Úgyhogy például ezt csinálom. És közel nem könnyű egyébként, de lehet, hogy egyébként, ha például csak melóztam volna, akkor máshogy állnék hozzá dolgokhoz. Persze, hogy büszke. De most érted, tehát nálunk is az van a családban, hogy dolgozz, és az legyen a lényeg, hogy teremtsd meg magadnak a rávalót, ami miatt úgy ténylegesen túl tudod úgymond, ki tudod fizetni a dolgaidat a hónapba. Tehát mondom, hogy nálunk egyébként nem olyan, hogy tanulj, mert hogy legyen belőled valaki. Anyám mindig azt mondta, hogy magadnak tanulsz, és egyébként abszolút igaza van. Tehát semmivel nem jobb, hogyha a szülők ráderöltetik azt, hogy neked 4-es, 5-ös legyen, és te végezz ilyen diplomát, olyan diplomát, ha pedig kurvára nincs hozzá kedved. Érted? Tehát nem azt mondom, hogy ne dolgozz, mert a munka egyébként az ténylegesen kell, valamiből meg kell élni,
De még mindig, de még mindig fennállt a lehetőség, hogy tanulják, hát 22 vagyok, érted? Én bármikor visszajöltek a susupadba azzal a címszóval, hogy én tanulni akarok, vagy érted, jobb jegyeket akarok egy tovább tanuláshoz, vagy bármi. Szóval bármikor benne lehet. Tehát ja, gondolkoztam, de mondom, tehát valószínűleg nem lett volna egyszerű a történés, mert magamnak kellett volna állni itt az egyetemi dolgokat, a bármit gyakorlatilag. Tehát valószínűleg szülői támogatást nem azért nem kaptam volna, mert egyébként nem akartak volna segíteni, hanem mert nem tudtak volna segíteni. Tehát annak örül anyám is, mindenki a családba, aki, hogy a saját dolgát ki tudja fizetni, el tudja intézni, stb. Tehát, hogy így azért mondom, hogy én már annak örülök, hogy itt vagyok, meg így csinálom a dolgaimat, de ennek is egyszer vége lesz, nekem is gondolkoznom kell majd azon, hogy mi lesz ezután. Bármikor lehet az, hogy én most sokkal nagyobb szinteken leszek, évtizedek múlva nem kell gondolkoznom olyan azon, hogy mit csináljak, de az is lehet, hogy egy év múlva már vége ennek az egésznek, azt el kell gondolkoznom, hogy akkor most mit csináljak. De az a baj, mivel sajnos olyan világot élünk, ahol bármelyik évben bármi történhet, én nem tudok évekkel előre gondolkozni. Én gondolkozok ebben a hónapban, hogy mit fogok csinálni, és gondolkozok azon, hogy a következő hónapban mit szeretnék csinálni. Mert hónapról él az ember, ezt lássuk be. Tehát nem tudsz így előre gondolkozni. Céljaim nekem is vannak. Tehát nyilván egyik legnagyobb célom az életemben az, hogy legyen egy saját lakásom, amit jellegesen az enyém, ezt még szeretném addig elérni, amíg streamelek, mert hogyha például már nem streamelek, de van egy saját lakásom, akkor sokkal jobban meg tudom könnyíteni magamnak is az életemet, hogyha már visszamegyek esetleg szakácsként, vagy bármi, vagy esetleg valami könnyebb munkába. Na jól van! Ezekkel a csodálatos mondatokkal zárom én is a mai streamet.